We weren't born. Óra múlt. 12 perce jó reggelt. Kívánom mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello, jó reggelt. Süketek ülnek a helyemen, vagy mi történt? A tiéd is. Jézus, atya, úristen. Nagy volt a buli tegnap. Atya, biztos volt egy jó dal, és akkor ott fölhangosították. Aha. Táncoljunk együtt, hírszerkesztő, műsorvezető, mindenki. Ez nem az volt, ami most szólt. Valószínű. Sajnos. Igen, ezt is hallottuk már párszor, ezt a dalt, mert indítottunk. Na mindegy, jól van, itt vagyunk. Péntek van a hét utolsó napja. Igen, pedig tegnap azért nagyon pénteki hangulatunk volt. Picit fura is volt egyébként este, hogy én már nyúltam volna alapból a péntekesi kellékeimhez. Nagy rájött, hogy nem, így van, meg a kis filmekhez, meg mindenféle dologhoz, amivel egyébként szórakoztatni szoktam magamat péntek esténként, aztán rájöttem, hogy nekünk még ma reggel jönnünk kell. Igen, nekem is tegnap végig olyan péntek hangulatomat megcsináltuk, átadtuk, elköszöntünk, és úgy valahogy az egész ott úgy véget ért, nem? Az. Péntekre kellett volna tenni. Igen, az lett volna jobb. Itt bent is egyébként péntek hangulat volt, egy ilyen bulinak a romjaira érkeztünk meg itt reggel. Csak mondom, a kedves, nagyon aranyos, nagyon helyes munkatársamnak, vagy munkatársainknak, akik mondjuk előszeretettel esznek, nyilván ajándékba kapták, úgy köszönjük szépen annak, aki küldte. Tojáshabos sütemények után, hogyha azt szeretnétek, és mossátok már a kést, mert utána már tényleg csak így izével lehet, ilyen gőzborotvával lehet róla leszedni. Jó? Nem azt érzed mögött, hogy nem hagytak neki sütit egy kicsit? Ez is benne van, nyilván ismertek, de... Mi volt, ami parti tegnap? Valami volt, mert hogy mindenféle ilyen pezsgők, meg ilyen, hogy hívják, égetett szeszek, vannak itt még itt bontatlanul, meg az a baj, hogy nem csak bontatlanul ám, hanem bontottan is. Ja. Azért ugye haragudhatok én is, hogy nekem nem szóltak. A Csabi írt egy kör e-mailt, hogy valakitől kaptak süteményt, meg italt. Igen. De hogy már itt tartunk, hogy ebben a rádióban lehet inni munka közben. Fúj! Hát, a romok itt, azok tényleg ott vannak itt, egyébként. De itt ez már nem az a világ, amivel mi felnőttünk. Szörnyű, megeszik a sütiket, megisszák az italokat. Ja. Nem is gondolnak rá. De legalább mosogatnának el maguk után, hiszen van már mosogatógépünk is. Van már mosogatógépünk? Van, hátul a portaszolgálattal párhuzamosan. Ott található egy kis helyiség, és akkor ott van bent, Anna szokta általában megpokolni. Tök érdekes egyébként, hogy függetlenül attól, hogy ott van az a mosogatógép, és gyakorlatilag bárki megpakolhatná, az erőviszonyok nem változtak, a munkamegosztás nem változott semmi, továbbra is mi vagyunk azok, akik bepakoljuk állandóan a mosatlanokat ebbe a mosogatógépbe, mintha mi kaptuk volna. A többiek nem tudják, szerintem, nem. Tudod? Ha megismertétek, megszerettétek, tudjátok, hogy kell, hát akkor használjátok. Hát most miért vegyem el? A mi életünket akarták megkönnyíteni. Hát tudod, hogy könnyen tönkre megy egy ilyen, én sem merek hozzá nyúlni. Ezt látom, Anna gondosságát minden reggel, és inkább odaadom neki a csészémet. Hát most ne csináljuk, érted? Én megnyomok valami rossz gombot, ő megsemmisíti. Hát mit tudom én? Ma reggel láttam már Annán ezt, ahogy hívják, ezt a kis Dolly-ról feelinget, hogy elpattant egy húr. Amikor meglátta a mosatlan hegyeket. Hát régen itt volt egy takarítónéni. Volt. Nincsen, jó volt. Reggelt. Járóan, nincsen takarítónéni, nem tudom, mert lehet, hogy van takarítónéni, de mosogató. Tehát nincsen. Mosogatás nincsen, gép van helyette, de nagyon régóta már, múlt év vége óta már megvan ez a gép. Nem, ma reggel, hogy Jani mondja, elpattant. Igen, mert hétfőtől pakolom be a kollégák után, és ma bejöttem, és azt mondtam, hogy van nekem egyébként más dolgom is. Tehát így. Lejt tiszta, azért egyébként maradt nekem. Hát nem, van, az mostázik. Persze, van, abszolút. És most szólítsatok helyet nekem ott a tiszták között, egyre még hagyd legyek, illetve kettőre, mert egy kávé egy zap. Nem sokára lesz. Igen. És mások nem pakolják már. Hát még ketten vannak, akik bepakolják, az Éva és a Zsuzsi. Tehát így hárman szórakozunk ezzel a cégnél tulajdonképpen. Nem, semmi probléma. Nem is tudtam, hogy van mosogató. De mindenki tudja, mert erről született egy köré, miért nem nézel bent. Nem vagyok rajta. Pontosan. Amikor még végig lesz a rádiónak, majd megnézel azt a kis e-mail fiókodat, amiben akkora már ott lesz. Nem vagyok rajta. 1000 darab. Én levetettem magam erről. Tehát ja, hát igen, mondtad, hogy nem vagy hajlandó fárasztani magad. Ne, szóljanak, ha valami olyan van. Ha valami van, de ez a szójátékokra épülő, vicceskedünk, humorizálunk és hülyeségekről e-mailezünk este 3-4-12-kor, de én erről levetettem magam az első egy percet. Előreálltó voltam, nem, bölcs. Ezt nem meg hajlandó olvasgatni. Igazad van. Smiley jelek, meg oké jelek, meg még visszaér, meg még ráfűz egy rossz poént. Áh!
Én a mosogatógép mellé még annyit fejlesztenék, hogy ilyen fakrendszerrel, hogy hívják, megoldanám azt, mindenkinek lenne egy saját kis fakja. És minden reggel megkapná azokat az evőeszközöket, amiket másnap ő ott hagyott. És mindenki olyan evőeszközzel fogyasztaná kis kajáját, ami ilyeneket egyébként meg is érdemel. Tehát, hogy itt reggel szépen itt sorakoznának mindenkinek a fakja, vagy az szépen elmosott és eltisztogatott evőeszközök, meg tányérok, meg poharak, vagy az a tojáshabos kés például, amit most bent áztatok, hogy legyen belőle valami a megszólalás utára. Szerintem nem lenne olyan ember, aki azonnal a tiédbe beletenné a szennyes ízét, és a sajátjába átemelné a tisztát. Miért nem csináljátok azt, hogy behoztok sajátot? De mi ezt csináljuk? És azt elmossátok, mi senki elmossa, nem kell itt bizélni, érted? Már egy szeretett szolgálat. Persze, én ezt csinálom, mindenből sajátom van. Akkor senki nem mossa, senki nem jutta, mindenki rájön, hogy vagy elmossa a sajátját, vagy nem tud enni. Ahogy én is rájönnék egy után, nincs tiszta, akkor én te lennék mondjuk egy sajátot hozni, és a sajátotokat elrakjátok 10 órakor egy kést, egy leöblített, és berakod a szekrénybe, és elrakod. Van ez így? Van ez így? Írkodtok itt, érted, hogy elmossátok, hát tessék sajátot hozni. Nem mossuk el, berakjuk csak a gépbe, tehát csak ennyi a kérés, tehát a gépbe. Nem, de odáig se viszem ma el, mert ma úgy döntöttem, hogy nem, mert most nem, nincs kedvem. Nem, van más munkám, tehát most nem a kollégák után szeretném elpakolni. Sajt a megoldás, mondjátok meg, mikor kell sajátot hozni, behozom én is, azt én elmosom. Figyeljetek meg, hogy reggelenként mi fogunk egy idő után bejönni, hogy így a kis, lesz egy ilyen kis derékszí, vagy öve a derekunkról, és akkor a lógnak legyen evőeszköz, csajka, meg minden saját. Majd felszerelését megcsinálni, és nem hozza sajátját. Vagy nem csinálni. Nem, én nem sírtam, Jani hozta most ezt be. Aha. Én egy szót nem szóltam. Én egy szót nem szóltam. Itt nincs helye semmiféle ilyen sajnáltatásnak. De nem. Nyuszika a patakparton, tudod? Nem. Miért sírsz, Nyuszika? Á, mert bántottak a patakparton, igen, megerőszakoltak, és miért sírsz? Mert ma is arra megyek, tudod? Ez a kellett mosogatom 10 bögrét, de azért holnap is elmosom. Igen, csak tudod, ez egy... Hát én hétfőtől péntekig azért erre a patakpartra tartok minden reggel, de hát... Én is szeretek más bögréből lenni, nekem is volt egy saját zöld bögrém, csak eltűnt, valaki lenyúlta. Ennyimet is lenyúlták, sajnos nekem is most már a bögrém. Lenyúlták. Már van azóta, én meg lenyúltam másét, és azóta az ő az én bögrém. Na nem is ez az érdekesem. Te is ugye múltkor itt ültél, mert interjúztak veled. Igen. Hát azért ez nem ilyen egyszerű szerintem, hogy itt akkor ott marad, mert én most ott hagyom, oké, rendben van. És csak ha jön valaki interjúzni. Kellemetlen. Én szerintem bejön egy cégbe, és végignéz, és azt látja, hogy akkor tele van szennyesek, kinyitott italokkal. Fogja elragadni, mert látja, hogy a múltkori evőeszközei még itt vannak. Kellemetlen. És egyébként sokszor ezért pakolok el, mert nálunk ugye a reggeli műsorban megfordulnak vendégek, és megmondom őszintén, hogy a jó érzésemhez hozzátartozik, hogy oda leül a kis pamlagra, akkor ne azt lássa, hogy itt vannak a megkövült romok, háromnapos májkrémes villák és egyebek. Ez háromnapos májkrémes villák nem szoktak itt lenni. Nem, mert elpakolom. Én berakom az ülőgarnitúra mögé, hogy ne találjátok. A háromnapos májkrémes még elég friss ahhoz, hogy bárki lenyalogassa. Háromnapos májkrémes villában még simán eszem egy zabot, úgyhogy nekem az fel se tűnik, hogy az háromnapos májkrémes villa. Ez is a kávé nagyon finom, csak kaphatnék az egy kanalat. Nézze meg magam mögött a pamlag. Persze. Igen, pont elérem a két ujjammal. Ez az, megvan. Na mindegy. Na jó, van. Kicsit pufogtunk reggel. Na, belefér, nem? Két öreg házmester, nézd meg, Teri. Már bent gyülekeztek, mint a verebek, érted? Már felhúzzák egymást. Már napok óta mondják egymásnak. Én már arra jöttem, már felhúzzák egymást, aztán mire bejönnek, akkor még itt hangot adnak neki. De azért legyünk csendben, mert nekik köszönhetően van neked is tiszta csészéd az aphoz, és én is abból kávézom, amit adnál most. Igen. Ha ezt tudom. Akkor egész másképp válsz hozzá. Akkor abszolút igazat adok. Nem, tényleg, be fogok hozni egy sajátot. Hát de nem kell saját. Ellopják, az a baj, ellopják. De attól nem, tehát de nem arról van szó. De te mondtad most, hogy elmosod magad után, és beteszed a fiat, tehát fiókodban nem merik kivenni. Elég, ha beleteszed. Asztalodról sem. Sose az emberi kihúzni, mert milyen állat ugrik ki belőle. Aki látta már az én asztalomat, hogy néz ki, ezt nem mer oda leülni konkrétan. Tehát szörnyű dolgok vannak. Szörnyű dolgokat lehet felfedezni. Na mindegy, jól van. Jó volt a tegnap, nem? Nagyon jó bizony. Jó idő volt, helyes volt a család, örültek, boldogok voltak gyerekek. Nagyon kellemes szép lett a házikó. Egyébként tényleg szép lett a ház. Nagyon. Nem erre számítottam. Azt gondoltam, hogy nem lesz ronda, de hogy ennek le van vakolva az oldala, de nem úgy néz ki, mint egy mobilház. Nyilázáró csere, meg volt rajta minden. Én beszélgettem délután egy olyan emberrel, aki lakott egy darabig ilyen mobilházba, és azt mondta, hogy hát nem volt kényelmes télen, mert hogy nem tudtam mit csinálni, ömlött be a hideg, na most ez már nem fog elvonulni. Megvan, tehát le van szigetelve, abszolút, a nyilázárókat kicserélték, téliesítették,
a vizet bevitték, fűtés van bent, tehát konkrétan a ház úgy nézett belülről ki, mint egy igazi ház, kívülről is egyébként. Nagyon, hát több mint 10 centis, ahogy így nézegettem, nem kérdeztük meg a pontos paramétereket, de legalább 10 centis szigetelés van kívülről rajta, belül is egyébként tök jó elosztású, hogyha valaki megnézte, vagy meg akarja nézni, az ugye a Facebookon megtalálja ezeket a képeket, belül is látni. Instagramon is. Új képek! Felé lett az Instagram oldalunk, gyerekek, tegnap a helikopteres utazásról, a megérkezésről, az indulásról, a házról, gyerekek. Hát az Instagram oldalunk tegnap olyan volt, mint egy jól működő normális Instagram oldal, úgyhogy keressetek bennünket. Ritkán az, de akkor sokat. Jó, és akkor most júniusig csend. Igen, ritkán vannak történések az Instagram oldalunkon, de akkor nagy dolgok. Úgyhogy aki még nem keresett ránk, az nyugodtan keressen bennünket. Mert hogy Instagramon is vagyunk, lassan egyébként egy nagyon szűk elittársaságból, már egy középszűk elittársaságból megyünk át, 40 ezer felé. Na ne. 40 ezer felé hasítunk. Jó az. Jó egyébként. Jó. Ahhoz képest, hogy mondjuk a Facebook az 300 ezer. Igen, hát az Instagram mindig mondjuk az egy más elitebb, az egy elitebb kisebb közösség. Oda csak az igazán. Elitek jöhetnek, az egy elit alakulat igazából. Kevesen vagyunk, de nagyon megbecsüljük egymást. Úgyhogy tényleg vannak pont. Meg az is nagyon megható volt egyébként, hogy rengetegen jöttek ki. Tehát olyanok, akik mondjuk így közvetlenül nem voltak érintve az ügyben, tátiak, hát ezek a sóvodás csoport az iszonyú cuki volt. Meg aztán láttam, hogy jöttek egy kicsit idősebb gyerekek is, már mint hogy mit tudom én, ilyen kamaszabbak, és rengetegen jöttek ki kismamák, babakocsival, tényleg arra mindenki. És akkor így integettek. Az egésznek egy ilyen, nem tudom, ilyen népünnepi hangulat. Ilyen majális-szerű volt. Igen, mert viszonylag ritkán száll a helikoptert át kellős közepén. Én biztos ez is benne volt a dologban, ezt utólag megint köszönjük szépen, már maga az érkezés is szerintem jó volt, de tényleg aranyosak voltak mindannyian, akik eljöttek. Igen, hál' Istennek sok embernek kell köszönetet mondanunk, mert nagyon sokan segítettek ugye adományokkal, munkával, amit egyébként ingyen végeztek el, stb. Tehát, hogy itt rengetegen voltak, akik segítettek nekünk. Jó volt. Igen. Mi volt tegnap? Még valami izgi? Hát én egész délután locsoltam, és nagyon örülök neki, hogy most Ákos azt mondta, hogy valószínűleg... Halkadj, vagy bárni adok rá. Kiabáljál neki. Tegnap este képzeljétek el, mi történt. Szétlocsoltam az agyam, a büdöst. És Ákos mondta, hogy ma érkeznek az első felhők, illetve eső lehetne. Ilyen, annyira jó érzést tudni. Annyira jó érzést. Egyébként nem. Mostanában mondogatják ezeket a ilyen-olyan idő, meg hogyha így zivatar, meg úgy esőfelhő, meg így záporok, aztán nem lett belőle semmi, de nem is érdekel, megmondom őszintén, mert reggel visszamosolygott az újságos kislány. Tényleg? Ja. Akkor hallgatta az adást. Igen, valószínűleg, hallgattam. Mert ugye szinte név szerint megnevezted, hogy ő az, aki nem hajlandó visszamosolyogni, de akkor megérte. Ez egy védekező mechanizmus részéről, tehát nyilván ez nem nekem szólt, nem vettem magamra korábban. De mindenkinek visszamosolygott most, vagy csak te kaptad a kitüntető mosolygást? Nem tudom, a többieket nem vártam meg. Kit érdekel? De helyes lány, vagy helyes azért könyörületből mosolygon? Én helyes lány is, ezért könyörületből mosolygon. Tehát, hogy helyeske. Hát akkor lehet, hogy tegnap jogfejtésünket tényleg van. Igen. Nem csináltál mosolytesztet tegnap, amerre jártál, hogy egy kicsit kimosolyogsz, hogy megváltozott-e a dolog? Nem volt ez bevente zöldségeshez, és akkor beletúrtál a hajába a zöldségesnek. És körbeszimatoltam? És körbeszimatoltad? Puszi tesztet csináltam. Igen? De magyar puszi tesztet, tehát nem angol puszi tesztet. Ja, jó, oké. Nem mindegy a magyar puszi teszt és az angol puszi teszt. Nem, én tegnap egyik taxival közlekedtem, úgyhogy nem tudtam nagyon átnézni. Nem férd bele egy intim zóna teszt nem a taxisnál. Milyen autóval jöttem ma? Elősd áthajolhatok? Milyen autóval jöttem ma? Nem mondod. Multipla. Fiat Multipla. Már megint rászoktál, mi? Újra ugyanaz a Multipla, gyerekek. Mondjuk el tudok kérdezni, hogy direkt küldenek már neked Multipla. Hát szerintem inkább az, hogy aki kint van olyankor az utcán, tudod, az általában akkor ugyanakkor van kint, és akkor vagy velem végzett, vagy még ment melózni. Ugyanaz a kis Fiat Multipla. Nem mondta, hogy hallotta? Hallgatott minket, és nagyon tetszett, amit már végül is dicsértem, mondtam, hogy igen. Hogy kellemes, hogy csalódtál. Igen. És nem tudtad ledillelni vele, hogy minden nap álljon ott reggel? Olyan, mint az ananász, kívül ronda belül szép. És nem tudtad vele megbeszélni, hogy most költözön oda mellétek valahova? És akkor minden reggel ő hozna be. Ma már lesz autóm. Ó, na ne. De még csak ilyen kunyerát tarhát. Ja.
tarhált ecet, édesebb a méznél, ahogy mondják, úgyhogy egyelőre még nincs autóm, de ma kapok egyet egy pár hétig, úgyhogy most lesz. Tarhált Lamborghini édesebb a... édesebb a Dacia Logannál. Nem, Lamborghini semmi, abszolút nem, semmi, egy Aston Martin. Egyáltalán durva. Nem, lesz egy kis autó, úgyhogy azzal járom. Most nem kapkodok én most ezen az adáson. Nem kell. Nem, szabad elkapkodni. Ha tehetném, és nem lennék ennyire gyerekfüggő, akkor mindenhol taxival járnék, tök jó lenne. Próbáljuk ki azt, hogy kölcsönautókból meddig tudod kihúzni. Tehát most az összes céget megkeressük. Már a második, már most úgy vagyok, figyeld, most úgy vagyok, hogy most van két hétre, és a két hét után még két hétre. Tehát most egyelőre egy hónapig megvagyok, május közepéig megvagyok, de senki ne riadjon ott vissza, hogyha esetleg úgy érezni. Májustól akar adni egyet. Szívesen venni, ha vezetem az autóját, és elmondom róla a véleményemet, vagy ha megállapodunk, akkor csöndben vezetem, és nem mondok róla semmit. Az is díj lehet, hogy szerintem így jobban jártok. Bármi kérhető, tehát én vagyok, nem vagyok alkupozícióban, bármiben belemegyek. Május közepén jó vagyok utána. Hát, meg kéne nézni, szívesen tesztelek különböző gyártók, különböző autói. Na például lesz. Meg kéne nézni azt, hogy egyrészt hány autótípus gyártanak Magyarországon, vagy mondjuk automárka gyártat Magyarországon, hány márka kereskedés van, és akkor szépen így beosztani egy egész évre, és a végén majd választasz. Álljanak sokat, tenderezzük meg. Aha. Balázs autószerzete más. Legyenek bátran. Így van. Adjanak tesztelőt. Ez az egész éves teszt, a lelke mindennek rovatú. Egyébként én tényleg nagyon-nagyon-nagyon szívesen bármilyen autót leteszek, úgyhogy most egy hónapra jó vagyok. Aha. Szóval hogy karácsonyig el tudjuk evinni. Egy hónap után hozzád fordulnék majd. Hozzám? Hát mit mondtad, hogy neked? Ott még esetleg valami kis kapcsolati tőkét. Fel tudunk hájtani valami kis kapcsolati és aztán hozzám, mert én meg tegnap mondtam, hogy mindig van nálam két tartalék BKV jegy. De arra szerintem még nagyjából meg. Nem, BKV-val nem. Nem. Tehát az a BKV-zte meleget. Ne felejtsd el, hogy mi Volvo-val járunk részben. Illetve Mercedes-szel, Volvo-val. Hát aki BKV-znak, igen, sok-sok minden. Sok minden járnak. Jó, van, hogy állunk játékkal? Kettő. Igen. Van, ma fog eldőlni a dolog. Ami jelleg nyelve. Az első két napot azt elvesztettük a hétből, a hétfőt keddet, aztán a kedszerdát, vagy a szerdacsütörtököt hoztuk, úgyhogy most 2-2, de egyébként még mindig jó, ha, tehát ha most viszik a hallgatók, akkor lesz 12-2. De félek. Azt a ugye? Tehát azért. Hát akkor, de ne adjuk oda ezt eltet se, küzdjünk meg férfiasan. Uh-huh. Nem? De bárkit is választ, játékos. Küzdeni fogunk. Bárki lesz a játékos, tényleg ne adjuk oda magunkat könnyen. Például azok közül a helyes táti óvodások közül választhatnánk egyet, akik tegnap kijöttek a víztorony mellé, nem? Biztos örülnének neki? Nem lenni egyenlőtlen a küzdelem. És mondod azt, hogy már megkapja előre az ajándékot. A óvodás, hogy igen, ez na, meglátjuk, hogy ki jelentkezik játékra. Jó, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy... Arcoskodásból jön, bumburnyákok, hihetetlen, hogy ti még szereztek pontot ilyen síralmas teljesítménnyel. Ezzel a szókincsel még himalájai idegen vezetőnek sem mennék jelentkezni. Muhaha. Ti lennétek a verhetetlen rádiós trió, kétlem, én állok elébe a kihívásnak, jelentkezem a játékra, hogy porigalázolak titeket. Megmentsem a hallgatók becsületét. Ezt Milán küldte nekünk. Aztán rohadt nehezen írok SMS-t ezen az okostelefonon, írja nekünk egy hallgató, aki minden reggel ír, köszi. Van-e közlekedés? Azt nézem, hogy van-e közlekedés, de az még kevesebb. Ma van be a lányom szülinapja, már nem az enyém. Nem is mondtam, igen. M7-es 132-es kilométer elválasztó korlát mellett két trafival mindkét irányba mérnek. Egy Z plusz invázió melléktermék. Be a lányom. Volt. Egy görbes, te volt most bejelentkezett 18 éves, de nem haragszik rám. 82-es őt nyúl belterületén, templom után a Győr felé oldalon, autó az oldalán, úgyhogy ott is mindenki vigyázom. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, meghallgatjuk, mi pedig jövünk a hírek után. Szerintem már gyönyörűen fut. Igen, egyre jobban.
Kiabáltunk többen. Nem hallottam, kiszólt voltatok, itt ültem kintben. Ez egy besuttok szám, ez nem hallom, üvöltse nyugodt. 3:47, múlt pontosan 3 percem. Egy újabb jó dal, után itt vagyunk, és azt mondja, hogy Szexárdon 24 órája, igen, a internettel van valami baj, megpróbálunk utána járni, köszönjük. Ami gyugyog, azonnal megnézés, amit lehet elhárít. Ha nálunk van a hiba, nem mindig, sőt az esetek többségében nem nálunk van egyébként. M1-es 87-es kilométer hídon trafiznak, ezt kopasz úr küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy Komáromnál mérnek Budapest felé, az M1-esen, ha be akarjátok húzni a hetet, hívjatok, én nem arcoskodom. Hát, meglátjuk, mert hogy van már játékosunk, méghozzá egy olyan játékos, aki nagyon arcoskodott és nagyon durva dolgokat írt, meglátjuk, hogy mennyire jó játékos valójában, már itt is van. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hoppa, szia! Micsoda lelkesedés. Istenem! Hello, Milán! Hello, Milán! Így van, igen, Milán. Te írtad azt az SMS-t? Igen. Mit írtál? Mondd el, Léci, még szóban, hogy hallhassú. Hát, sziasztok, bumbornyákok. Aha. Szóval ti lennétek az a Verhetetlen Rádiós tió. Akkor jól emlékszem. Akik még himalái idegenvezetőnek se jelentkeznék a helyetekben. Valami ilyesmi volt. Kifejezetten jó duma volt. A himalájai idegenvezető csak mutogat? Vagy mi? Gondolom, olyan magasan. Olyan magasan, mert ez egy légszomi, vagy mi az. Világos, világos. Jó van, Milán, kivel szeretné játszani? Én Janival szeretnék. Jaj, te aranyos vagy. Na, játsszuk egy nagyot. Ő tud egyedül hegyet mászni, tudod? Igen, azért van. Igen. Persze, te szoktál mászni ilyen falakon, gondolt, hogy akkor a Himalájában is te lehetnél. Nem véletlen. Honnan hívtál minket, Milán? Most éppen itt az autópálya mellett állunk Magyaródnál, mert megyünk lefelé Sárvárra. Mit csináltok Sárváron? Verseny lesz. Milyen verseny? Bokart. Azt a mindenit. Bokart versenyen indulsz? Így van. Az menő. Aha, akkor most már értem a nyugodtságodat, ugye szoktuk mondani, hogy minden versenyzőben az van, hogy így beszél, és amikor verseny, akkor pörög fel. Igen. Pontosan. Tehát milyen korosztályban indulsz? Én hát nem korosztályhoz van, ez mérve, mert 15 év felett ilyen váltós kategóriában. Váltós, tehát váltanod is kell, ez azt jelenti? Igen, hadsebességes okáltal. Az menő. Na, az menő. Jól van, na mehetünk? Mehetünk, igen. Na, akkor 3-2-1-es, tessék. Milán, akkor ezek szerint szereted a technikai sportokat? Így van, szereted őket? Kérde. Mióta a gokártozol? Régóta? Hát, körülbelül egy 3-4 éve. 3-4 éve? Így, ahogy mondod. A hagyományos sportokat is szereted? Vagy csak a technikaiakat? Persze, szeretek focizni is, kosárlabdázni. Ki a kedvenc csapatod? Az AC Milán. Milán, az olasz foci a kedvenced akkor. Többek között az is, meg a spanyol focit is szeretem. Jégkorongot is mondtad? Némileg a magyar is. Dehogy, arról szó se volt. Mi volt a másik sport, amit mondtál a foci mellett? Tenisz. Tenisz. Ki a kedvenc teniszeződ? Nadal. Nadal. Most viszonylag rosszul áll a világranglistán. Ahogy észrevettem. Sérülésre bajlódik talán? Lehetséges. Benne van ebben a sportban, minden sportágban benne van a sérülés lehetősége, sajnos a mi sportunkban is. A bokádban is? Így van. Hát ez igen, nem volt. Igen, nem volt egy erős játék. Igen, nem volt erős. Nem volt erős. De Milán, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm szépen. És ilyen 4-5 másodperces szünetekben benne kicsit, hogy vártam, hogy valaki kérdez, valaki támad, igen, nem volt túl. Nem hát túl, én vártam a kérdéseket. Igen, azt észrevettük, Milán. Igen, nem egyértelmű, hogy te voltál a színesebb egyéniség kettőnk közül. Igen. Na jó. Megvan Milán, az a lényeg. Jó volt, igen, végül nem mondtad ki a tiltott szót, és nincs is szabályba vése, hogy hát mennyit kell beszélni, hogy mekkora szünetek lehetnek. Egy kicsit a fáradt játékocska volt ez. Hidegvérű. Ah, igen. De az ajándékcsomag az jár, úgyhogy azt megadjuk mindenféleképpen. Ügyes voltál.
Ügyes legyen lent, sok sikert neked a versenyre. Jó, köszönöm szépen. Hajrá! Köszi a játékot! Ciao. Hello. Akkor így elvesztethetünk valamit? El, 3-2-re. Na hát mindegy, így alakult. Ez van. 12-2. 12 nyert 7. Igen, 2 bukott, 1 döntetlen. 2 bukott, 1 döntetlen. Hát az még azért jó. Nem rossz. Az még egyébként egészen jól állunk. Csak hallgatod a zenét. Mit nem, azt hiszem, mennyi reklámunk van. Azt mondja, hogy Vácartyánál BMW az árokban, gyerekek. Mindenki vigyázzon, nézelődők lassítják a forgalmat. Aztán Balázs, segíts, kutya eledelnek, jó a darált anyós? Kérdezi valaki. Jaj, István. Azt akkor nem indult jól a reggel. Valamit érzek kettőtök között. Valami nagy baj van, igen. Tolna megye 65-ös főúton felső nánai elágazónál, kamion oldalra borult, egy sáv, jó járható. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán felajánlom a kordémot a bejáráshoz. Varró István küldte nekünk, köszönjük szépen. M1-es 87-es kilométer hídon trafiznak, kopasz úr küldte nekünk. Van ladádics, kordér is, úgyhogy tényleg meg tudjuk csinálni, hogy a nyarat így át bulizott kölcsön autókkal, és akkor nem kell addig befektetned a kis pénzedet egy valami verdába, valami használdba. Van lada is már? Van, 1005-ös ladát felajánlottak, meg van olyan is, egy valami Skoda, azt mondták, hogy azt is használhatod, csak majd műszakisztasd le. Ja, igen, és teli tankolod vissza. Igen, lemosva. Lemosva. Hát figyelj, azt úgy kell egyébként, a kölcsönautót is, csak szólok, hogyha most kapsz különböző cégektől autókat, azt mindig úgy kell visszavinni, ahogy adták, tehát a teletankkal tele, és illik lemosni. Én biztos vagyok benne. Kiporszízott, kimosott, felpolírozva, a teletankkal biztos, hogy lemos, nem kell, nekik van erre külön autókhoz. Nem. De a tankarénye meg, hogy ne törd össze. Aha. Tehát egy kimosni, kitakarítnád, azt ők ott megcsinálják. De a mosáshoz adnak vödröt, szivacsot, habot, hálóstrikót, a melegítő felsőt és gumipapucsot. Igen. És egy kék csíkos adidas, vagy ilyen kamu melegítő nadrágot, amiből kicsit kilóg a felekem, igen. Utoljára szerintem 4 évesen mostam egy apám kocsiját konkrétan, tehát ez a kertbe kocsit mosok. Nem hiányzik? Nagyon nem. Hát az inkább nagyon... nem mosod le. Inkább. Ja, egyébként tegnap nagyon helyesek voltak Táton, hogy jöttek értünk egy autóval, ugye azt Katának hívták, vagy hívják a hölgyet, hogy elvigyen bennünket a érkezési helyről a célállomásra. Beszálltunk az autóba, és hát megkönnyezte a Balázs, mert neki volt ilyen régen. Ugye milyen jó volt látni, hogy kötődik érzelmileg egy autóhoz. Jó kis német autó volt. Az. Jó kis német autó volt, jó az. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek. Állítólag azt írek a hallgatók, hogy ki mondta a játékos, én szerintem nem. Szerintem nem kikérjük a sólyom szemet, de nagyon figyeltünk, valamit vagy elhallottatok, vagy félrehallottatok, de nem mondta ki. Anna végig hallgatja, ha igen, akkor természetesen örömmel vesszük el. Szerintem én sem mondtam ki egyiket, Luce írja, hogy kimondtam, hogy nem csak a küzdősportokat szereted, a küzdősportokat sem mondtam, de szerintem a nemet. Nem volt, meghallgatjuk. Nem volt. Meghallgatjuk, szerintem ez jár, nem, ez a pont. Szimplán uncsi volt. Igen, ez hibán Julámos játékot. Igen, de ki nem mondta senki. Úgyhogy mindegy, visszahallgatjuk. 3 perc van pontosan 7 óra, Ákos hírei után jövünk vissza már is. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Gyerekek, már ott tartok, hogy elfelejtem magam bekapcsolni. 7 óra, amúgy 8 perce, jó reggelt kívánunk, mindenki. Konkrétan elkezdtem beszélni, úgyhogy rájöttem, hogy nem nyomom meg a saját gombat. Tehát így azért nehéz lesz. Itt vagyunk, péntek van, Ákos azt mondta, hogy néha gomoly felhő, de rossz idő nem lesz. Hétvégén megnéztem, eső néhány helyen, igen, de semmi komoly, holnapi szikrázó napsütés, de aztán jó. Vasárnaptól majd felhősödik egy kicsit az ég, de igazából nem lesz túlságosan rossz idő, sőt.
Nincsen ezzel az égvilágon semmi gond. Én például most feldobom magam egy nagyon kellemes kávéval, ugyanakkor mindenünk elfogyott a hűtő. Ezt nem azért mondom, nem, most ez csak kicsúszott, ne hozzon senki semmit. Most mi van? Nem. Ma ez már egy ilyen izé, hogy most nem. Nincs mosogató, nincs hűtőszekrény, nincs semmi a hűtőbe, nem baj, majd hétfőn hozunk. Ezt tényleg nem ezért mondtam, csak hát ennek kapcsán elfáradtam ide a kávégéphez, ami útba esett, nem volt olyan nagy fáradtság, és akkor megnéztem, hogy mi a választék, hogy valamit akkor ezek közül így nyomok. És mondjátok már nekem azt, hogy mi az, hogy kávés cappuccino. Kávés, hogy aha. A többiben nincsen? Nincs, ja, biztos. Tehát, hogy vannak a ilyen holland cappuccino, van az olasz cappuccino, van a szimpla cappuccino, és a kávés cappuccino, és a kávés cappuccinoban van egy kis kávé, az összes többiben meg nincs. Dupla kávé csak van benne. Igen? Dupla kávé, azt mondod? Tehát zenél. Ja, Jézus, a dupla kávé a zenél. Ez konkrétan fizikai fájdalom. Igyekeztem péntek reggelre, ezt nektek gyűjtöttem. Nem, csinál egy kapucsinót, és beleereszt még egy presszót, tehát, hogy durvább. Igen, jobban, sokkal súlyosabb. Jobban felébresztőre. Jobban üt a cucc. Tehát a kapucsinót iszom, miért akarnék presszót inni? Vagy ha presszót akarok, akkor nem akarok kapucsinót inni. De ez nem is, mert ki. A kapucsinó ízét szereted, a látságát, a krémességét. De hogy tesz bele közben annyi kávét? Ahogy kevesebb abban ugye alapból a kávé, vagy jobban fölengedik, tehát lazább, és akkor tesz még bele egy presszót, és így dupla kávés. Aha, na, jó van. Oké, tudtam, hogy hogy valami csak lesz belőle. Nyilvánvaló kamusztam, de egész jó kijött a vége. De egyébként, akiknél van ilyen kávégép, azok tudják, hogy az ember így előutóbb ki tudja tapasztalni azokat a kis fineszességét, kis okosságokat, amivel egészen ihatóvá tudja tenni ezeket a cuccokat. Tehát, hogy előtte kapod ki, mielőtt belemenne az összes víz, nem várod meg az összes tejet, vagy csak azt várod meg. Óriási okosságok vannak benne. Cukorállítás. És akkor először kiválasztod, én egy darabig úgy éltem, hogy próbáltam utána a cukrot levenni, hogy én nem kérek bele egy grammot se, de akkor már késő. Akkor már késő, mert belement egy negyed kiló. Most valamelyik nap voltunk egy barkácsáruházba, és láttam, hogy képzeljétek el, már ilyen PayPass-es kártyával is lehet fizetni kávét. Hát ez nekem maga volt a csoda. Oda mész, és nem kell bedobálni. És ráadásul azt hiszem, úgy 5 forinttal olcsó volt. Szerintetek melyiket választottam, melyik fizetési módszert? Hát szerintem a PayPass-eset is háromszor vettél kávét, mert az már 15 forint. Vagy akkor ez egy 10-es. Csoda, tehát a virágnak a 10 forintot, hogy ezt akkor tedd a többihez. Ezt megsporoltuk. Mi adtuk volna, de nem ő dolgozott, ja. Megért, hanem én. Az is igaz, hogy igen. Nem félsz ettől a PayPass-es fizetéstől, hogy ha mondjuk ellopják a kártyád, az ugye nem kér kódot. Igen, 5000 forintig. 5-5-ig. 5-ig lehet vele fizetni? 5000-ig? Aha, de többször is. Kód nélkül. Igen, többször is egy nap. Aha. Majd nem kér kódot, az nekem olyan furcsa, mondjuk tudom, nyilván. Hát tök jó, persze, mert odaérintett, halad a sor, nem kell vacakolni, nem csörögbe, nem kéri le az adatot. Gyors, csak azon gondolkodtam, hogy ha valaki viszont elveszti a kártyát, akkor ott semmi védelem teljesen nincs. Teljesen jogos. Hát a hülye vagy, elveszed a kártyádat, nem? Kösz. De ez megint, megint ez a magyar mentalitásra gondolkod. De elvesztem a kártyámat, de valaki védjen meg. Nem fizetek, nem fizetek, vagy olyan kötvényt veszek, de valaki kártancson. Tudod, tehát ez jó, hát ez csak egy felvetés volt, hogy nyilván figyelj oda, ne veszítsd el, ha véletlenül ellopták, hát akkor a PayPass az egy jó rendszer, gyors, nagyon flott. Tehát elhagyod a kártyádat, akkor inkább azt állítsd be magadnak, hogy kapsz SMS-t arról, hogy valaki használja a kártyádat. Tehát minden tranzakció után jön hogy az SMS. Lát, hogy lopnak. Egyrészt lehet, hogy lopnak, kettő, hogy abban a pillanatban, hogy te SMS-t kapsz, akkor abban a pillanatban lehet ott tiltani a bankkártyádat. És akkor max. 5000-et buktál. 5000-et buktál, ha elhagyod, igen. Tehát hogy nem lehet a rendszer azért hibás, a rendszer védjen úgy meg téged, hogy te megint közben... vettem valamit. Nézd már megint. Igen, tehát hogy hoppá, megint. Nézd már, ma már 25 ezeret költöttem. Gyors is legyen, de védjen is meg, ha elhagyom. Hát azt tessék odafigyelni. Hát a lakáskulcsodat elhagyod, akkor se tud megvédeni senki, hogy betörjenek, vagy ne törjenek be. Hát ne hagyd el a lakáskulcsodat. Nem? Nem így van? De. Hát én hiszek neked, hisz neked van a legnagyobb tapasztalatod ezen a téren. Gyerekek, én még nincs olyan, amit ne hagytam volna. Tehát, hogy a lakás csak azért, mert az mozdítatatlan. Én tudom, hogy már sokszor volt, hogy felvetődött, hogy mit csinálhatna Balázs, miből élhetne főállásban. Akkor, hogyha esetleg már nem lenne rádió, meg nem lenne tévé, én az egyik ilyen munkát neki, mondjuk egy banktól adnám, és az lenne a dolga, hogy bankkártyákat teszteljen nála, jobban senki nem tud bankkártyákat tesztelni, én még olyan állapotú bankkártyákat nem láttam, amilyenekkel ő tud szolgálni. Így farzsebben kicsit törve. Középen már de tudod, de nem érted, hogy lesz, hogy válik ilyen az a nyomorult bankkártya, már sajnálod a bankkártyát. De bírják egyébként. Bírják a gyűrődést. Bírják a gyűrődést, csak a hajlítás nem. Ja, néha törik egy-kettő. Igen.
Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen, tavaly májusban beszéltünk erről az esetről, volt egy biztonsági őr, Ricsi, így hívják a fiatal embert, aki 25 millió forintot leemelt, ugye emlékeztek talán rá, a pénzszállító megállt egy plázánál, oda kellett volna bevinni a pénzt, Ricsi vállára vette a zsákot, elsétált, ugye, átöltözött a plázában, és hát izgalmatlan bulit csapott, mert amikor elkapták, azt hiszem az elkövetés után 5 órával, akkor mondta, hogy vett 2 darab ilyen technikai kütyűt, illetve beült a pókember bemutatójára. Ja, és aztán még talán egy ilyen lányos buliba is belecsöppent. Hát ugye őt nagyon rövid idő alatt elkaptak, és megszületett végre az ítélet. Az van, hogy még az ügyész is megsajnálta a mi Ricsinket a maga, nem tudom, 20-valahány évével, és hát ugye elhalasztották, 1 év 6 hónap börtönre ítélték, de 2 évre felfüggesztették a fiatal embert. Akkor ugye, ahogy beszéltünk róla, aztán kiderült, hogy nem... Nem lett volna egészen pontosan odavaló. Nem egy klasszik rossz fiú. Nem egy klasszik rossz fiú, igen, meg volt valami kis... Pszichés betegsége van, így van. A fiúnak, igen. Tehát inkább az volt a kérdés, hogy hogyan alkalmazták őt erre a munkára. Erről annak idején nagyon sokat beszéltünk, de hogy azért az ügyész az tényleg rendes volt, azt mondta, hogy nem biztos, hogy a Ricsi követte el a hibát, hanem hogy lehet, hogy az, aki alkalmazta, és Ricsit ő tulajdonképpen meg tudja érteni, úgyhogy megvan a büntetés, de ugye felfüggesztve van, tehát ha addig nem csinál semmit, akkor nem kell leülnie. Ezt a dolgot gondoltam, megosztom veletek ezt a hírt, mert hát mégiscsak foglalkoztunk vele annak idején, Ricsivel. És a következő választásokon nem is szavazhat nyilván, mert... 5 évig nem lehet. Na jó, van, megúszta. Akkor igen. Még... ajándékot is kap. Ja, és várja, 5 évre tiltották meg, hogy a pénzszállítói hivatást gyakorolja. De utána? 5 év múlva lehet. Tehát 5 év múlva újra elmehet? Újra lehet. Na, hát nem hiszem. Én ott a szülőket sajnáltam. Na, nagyon igen, szegények. Figyelj, ez a rablóból lesz a legjobb pandúr. Miért? Akkor lehet, hogy ő lenne a legjobb pénzszállító. Nem most olvastam, hogy például itt talán a Questornak a kasszáját egy igazi kasszafúró. Ez a Budakes. Vagy a Budakes igen, volt? Igen, Budakesnek kell a kasszafúróval megfúrni. Egy kasszafúrót kellett hívni. Hát kit hívsz? Hát értem. Ő ért hozzá. Igen, azt ott meg kellett igen. Kicsit fúrni. Srácok, és ezt a marckot ki fogja jött kinyitni? Hány ismerek valaki? most épp szabad lábommal. Na igen, ha kim van éppen. Igen. Kíváncsi, hogy kik fognak még bedőlni, mert itt sorra most azért így dőlögetnek be. Tehát Marika, aki nem tudom, milyen karcagi hát vezetett, és akkor ott bedőlt, Marikát nem találják, láttam Marikáról a fotót, hát nem adnám neki oda a pénzemet, még annyit sem, ami most a pénztárcában van egyébként, nem adnám oda, hogy Marika, legyen szíves, fektesse már be ezt a kis pár millió forintot, hát nem néz ki jól, Marika, nem is nagyon találják. Most ez elindult, és hirtelen most minek elkezdett. Most van egy másik ügyvéd, aki 1 milliárddal rábízott, 1 milliárd forinttal úgy érezte, hogy azt azért adták oda neki, hogy ő jól érezze magát, vagy lehet letétbe helyezni pénzt ügyvédnél, és ez már 1 milliárd forint volt a fiatalembernél, aki mondta, hogy figyelj, itt van 1 milliárd, azért abból lehet jól élni, és akkor ezt el is indította. A Marika sztori, arról egyébként is akartam beszélni egy kicsit, hogyha bármikor elővesszük a dolgot, azért egy izgalmas sztori, mert ez egy kisvároson mindenki ismer mindenki. Ez a kommediátor. Ugye? Marika megcsinált egy utazási irodát először, ami egyébként működött. Jó, működött, étterme is volt a városban, meg mindent elkezdett csinálni, és a Marika annyira szimpatikus volt minden embernek, hogy senki meg nem kérdezte Marikától, hogy figyelj, hova fogod befektetni, hogy csinálsz havi szinten 10%-ot ígért. Többet ígért, mint a Questor. Sokkal többet ígért, mint a Questor. Ember nem ígért ebben az országban ennyit, tehát ha valakinek csak egy pici rálátás, hogy beütöd az internetben, hogy kamatok, befektetési lehetőségek, akkor rögtön kidobja, hogy éves szinten, ha valaki 10%-ot ígér, már az is. Még szent meggyőződés, hogy a Questor most az évtized biznisze volt. Tehát, hogy annak, aki egyébként benne volt. Ja, úgy igen, aki benne. Az évtized, és sajnálom, hogy nem volt pénzem a Questornál. Hát mi történt? 8-10%, 15%-os hozamot kaptál egy évben, aha, azt megkaptad, most elvitték a pénzedet, és teljes kártalanítás. Aha. Ez az óriási biznisz. Mindenki megkapja? Nagyon sokan. 70-80, nem, hogy 30 millióig valameddig igen megkapják most már azért a legtöbben. Aha. Hál' Isten egyébként, de hogy nagyon nagy biznisz, nem? Tehát évekig benne vagy, magas kamatot kapsz, utána pedig lelépnek a pénzed, de azt meg akkor utána megkapod, és teljes kártalanítás. Tehát, hogy nagy biznisz. Marika állítólag nagyon profin készítette elő, hogy lelépjem. És azon gondolkoztam, hogy amikor ha én lelépnék, én nem tudnám, hogy kell csinálni. Hova mész? Nézzük végig, hogy szívódsz úgy föl, hogy ne találjon rád a rendőrség. Onnantól kezdve, hogy bejársz egy karcagi irodába,
amit egyébként mellékesen az önkormányzat biztosít neked, de ezt most hagyjuk. Nem is ez a lényeg. Marika egyszer csak felszívódott. Igen. Marika, most hívjuk Marikának. Marika nagyon sok pénzzel ment el. Igen, és azt a látszatot kell keltened viszonylag sokáig, hogy te nem mentél el, te még végzél a munkát, te még ott vagy a városban valahol. Semmi gáz nincs, ugye a céggel, tehát nehogy akik betették a pénzüket, elkezdjenek kiabálni. Tehát először is el kell hintened azt, igen, hogy te itt vagy. Vagy azt mondod, hogy elmegyek nyaralni egy kicsit, kedves befektetők, de jövök vissza. Az első lépés természetesen az, hogy égve hagyod az irodádba a villany. Éjjel-nappal dolgozik. Marika. Milyen amatőr módon tűnnénk el? Abszolút jogos. Kapcsoljuk fel a lámpát. Abba baj nem lehet. Marikának a férje is eltűnt. Tehát Marika és egy Marcsika és az ő férje együtt tűntek el, vagy lehet, hogy a férje kicsit később tűnt el, de a férje is meglépett. És állítólagosan ők hetek vagy hónapok óta készítették elő ezt a szökést. Felmérték a terepet, hogy hova lehet elszökni. Állítólag ők kim voltak Amerikában is, kimentek terepszemlére, onnan még hazajöttek. És most azt mondják, hogy lehet Mexikóban van, vagy Mexikó mellett Belize-ben van, tehát nem lehet tudni. Nincs, tehát ha kilépsz az országból, akkor valószínűleg nem minden lépett ki kocsival el. Na de ha kiadnak egy körözés, akkor látják, hogy hol lépsz ki az országból, nem? Mi hogy indulnánk, tessék? Mi van a fejünkben most jelen pillanatban? Hogy indulsz el? Várjál, nagyon jó a villany, én kitennék egy rögtön jövök táblát. Rögtön jövök, jelentem kávézni, hogy ne legyen gyanús. Kávészünet. Igen. Mindenképpen legyen felhangosítva a gazdasági rádió. Tehát, hogy az egy nagyon fontos szempont, hogy tudják, hogy dolgozunk, odafigyelünk, az információk nagyon frissek, mindenben képben vagyunk. És melózunk. Éjjel-nappal melózunk. Ütemeznék előre hirdetéseket magamnak, például lehet a Facebookon olyat csinálni, hogy be tudod ütemezni, hogy mikor jelenjen meg, érted? Jó. Posztot raknál. Így van, öntözőrendszer legyen bekapcsolva a kertben, hogy a szomszéd mindig tudja mondani, a Marika locsolt tegnap is, hát szerintem Marika még itt van egyébként, igen. Oké, hol lépsz ki az országból, tessék? Mennyire vagyunk profi bűnözők, hogy mennyire lennénk profi bűnözők? Hol lépsz ki az országból? Hol mész, hogy ne vegyék észre, hogy te elhagytad az országot? Hol szállsz repülőre? Kes van a táskádban, vagy a bőrönben? Lehet a bőröndödben kes, vagy a bőröndöt átnézik? Át. A Ferihegy nem jó, ugye? A felszállása, jól érzem. Én nem tudom, hogy tudod meg. Autóval. Vagy zöld határon. Na jó, de hát a mexikói nem tudsz menni kocsival valahol. És pont az, amit a Balázs mondott. De lehet, hogy még úton van. Ja, lehet, hogy még nincs ott. Lehet, hogy valahol Portugáliánál bámulja az Atlanti óceánt, és próbál egy ilyen sikló sajkát keríteni magának, amivel át tud hajózni az Atlanti óceánon. Erre gondolsz? Marika tolja a kis saját személyre szabott kaminóját. Igen, valahol. Egy csővázas hátizsákkal. Mi van, ha Marcsika csak altat Mexikóval? Nincs Mexikóban. Karca külterületén egy tanyán húzta meg magát. Annak idején ugye a legendás Tribuszernét azt hiszem a 13. kerületben fogták el, ő is egy ilyen sok milliárdos lelépéssel volt, és mindenki azt hitte, hogy kint van valahol, és a 13. kerületben egy lakásban. Akkor azt mondod, hogy elmennél Marika lakására, és először is végig kopogtatnád a falat, hogy hol kong, meg egy picit így megtopognád a parket, tehát hogy hát ha valahol két deszkát felszedsz, és ott kuszorodik alatt a Marika egy kötek pénzben. Lehet, hogy Marika tényleg arra gondol, hogy ott vagyok, ahol nem keresnek, igen, a saját lakásomban. Tehát lehet, hogy Marika még mindig ott van. Szörnyű, hogy emberek még mindig így tudnak eltűnni ártatlan emberek pénzével. Más kérdés nyilván, hogy igen, tehát hogy igen, tehát a pénzügyi tanulékonyságunk és tanultságunk azért, tehát az Marcsika világhírű, hogy még nagyon sok. Mondom, mi volt a oda, tehát Sebestyén Balázs, igen, egy Marcsika életem, hoztam egy kis készpénzt, csináljuk meg. Balázs, írom a papírt, ja, Sebestyén Balázs és Marcsika, ez volt egy darab A4-es lap. Ezt most nem maradt komolyan. Körülbelül ennyi volt ráírva, három sor, és aláírta az ember. És erre emberek odaadtak neki, szegény karcagyek odaadták neki 1 milliót, 10 milliót, 5 milliót, hogy Marcsika majd befekteti. Várján, ebben azért kicsit az is hibás, aki adja a szóval, hogy a szörnyű dolog az ember pénzével elmennek, de ezt nem lehet. Nem lehet, hát ez nem lehet megcsinálni. Hogy ki tudsz-e úgy lépni az országból, hogy mondjuk felszállsz egy repülőre úgy, hogy neked van a bőröndödben mondjuk 100 millió forint? Szerintem nem, hát a megkiveszik a pénzt a bőröndödből? De megállítják, hát belenéznek a kiskézi kofferedbe, a te becsekolásod. Az oké, azt nem. A nagyot, amit föladsz a pultnál, az ahogy megy be a futószalagon, az szintén átvilágítják. És hát cash nem vihetek ki? 100 milliót. Látszik a röntgengében, hogy abban mennyi cash van? Mert azt mondják, visz ki valamennyi pénzt, nem akarja kézi pénzt. Menjen. Tehát nagyon amatőrök vagyunk egyébként. Hol hagyod el az országot? Átmész Bécsbe és onnan repülsz? Gyorsan, amíg nem köröznek, addig ugye el tudsz repülni.
De akkor tudniuk kéne, amit te mondtál, azért kezdtem el a felvetést, és ma már tudni kéne, hogy honnan szállt föl. Hogy honnan szállt föl? Hát kiadsz egy körözést, az megvan. Ugye, amikor ő meglépett, őt még nem körözték. Tehát kimegy Bécsbe, Svehát, fölül egy repülőre, elrepül, mit tudom én, egy Bécs Miami-t, és Miami-ból nem van pillanatok alatt mondjuk Mexikóban. Akkor még nem körözték, mehet szabadon. Na de ennek nyoma van. Tehát legalább azt tudjuk, hogy hol itt szállt föl, ott szállt le. Tehát valahol ennek nyilván nyoma van, nem? És mi van, ha beállt ízének rakadó munkásnak? Mi nagyon amatőr, nagyon amatőr módon tűnnénk el. Mi hát, egy nap alatt lennénk igen. Úgy meg, hogy te valami ilyen lőrinci mekibe bújkálnál a drive-ba, én a saját lakásom. Hát nem bezárták. Hát figyeljetek, én megmondom őszintén, hogy én nem gondolkodom az annyi embereknek a pénzét csajom, és utána meneküljek, tehát hogy igazából nincs is benne rutinom, de hogy akkor most tényleg Marika, ezt lehet hallani, hogy valahol Mexikóban egy szombréróval a fején, egy poncsóval a hátán és a száján egy kis, hogy hívják, a kis babpürőkrémmel még kukoricát piszkálok ki a fogából. Hogy mászkál? Csinálsz magadnak új személyazonosságot, tessék? Te vagy Marika, a híres karcagi Marika, aki elment. Reméljük meg lesz az ártatlan emberek pénze. Kimész, és van neked vonalat, hogy te ott személyigazolványt vásárolsz? Vagy nyilván. Van egy mexikói vonalad, ott jön Don Pedro, fölpöcköli a szombrérot, és ad neked hamis személyt, hamis útlevelet, és pillanatok alatt vegyülsz? És akkor leadod egy rendelést, hogy legyen egy mondjuk egy ekvádori diplomata útlevél, és ne Marika legyek, hanem legyek Terike. Tehát, hogy így, és keresel magadnak, vagy fölmész az internetre, és akkor beütöd, hogy hogy hívják, hogy hamis és papír, ha azért vagy... ment Amerikába, mert ugye igen. Mondtuk, hogy előtte már kiment, mert az arca is megváltozott, egy jó plasztikai sebész az egészet átoperálta, aki visszajött, az és már nem is Marcsika volt, hanem Tercsike, na? Hát, egyébként simán lehet. Az is benne van. Meg, nem tudom, hogy hány milliárd, de ott nagyon sok milliárd van, itt most Marcsikánál, abból azért futja. Lehet, hogy nem is nővén maszkíroztatta magát, hanem férfi, mondjuk Tarsoly Csabával. Én nem tudom, akkor hogy... Hogy élsz úgy, hogy állandóan bujkálnod kell? Hát az hogy van? Hogy, ugye most már Tájföldről is hazahozogatják őket, tehát most már az sem a paradicsom, hogy kimész, mit tudom, amikor Szamújra, és akkor ott ugye eléldegélsz, mert most már azért úgy hazahazahadokatnak. Tehát van egyfajta kiadatási egyezmény. De Marika tényleg lehet, hogy kopaszra borotválja a haját, bajszot növeszt, és valahogy áll lejjebb rakatja a szemöldöt. Tehát jó úgy élni, ha milliárdokat vittél ki magaddal, úgy, hogy folyamatosan bujkálnod kell, az egyébként nem. Hogy viszed ki a pénzt? Föladod, postai csomagban. És Western Union-on átutaltatod, annak is nyoma van, állnével te felveteted valakivel mondjuk 100 milliós túl a pénzt, és oda megy, nem tudom, Jürgen is felveszi, és elhozza neked egy reklámszatyorban? Kevéssé hihető. Hogy ott se kérdezik meg, hogy de tényleg egy milliárdot akar átküldeni a sárga. Igen. Mennyi lenne aranyom? 100 euró, 500 euró, vagy 1000 euró, 2,5 milliárd. 2,5 milliárdot szeretik átutalni. Akkor 6-os ablakhoz kéne, mert ott veszük a nagyobb tételeket. Tehát hogy vinnéd ki a pénzt? Konténer, hajó. Mennyi? Hát azért mennyiség nem olyan sok pénz. 2,5 milliárd. Kis konténer. Kiadta fel ezt az üres konténert, valamivel a sarkában. Kis konténer. A konténer talán egy picit erős, tehát 2,5 milliárd azért az súlyos összeg. Tehát az fizikailag se tudod magaddal, csak úgy elvezem 20 kiló. Kínai pamutzokni is konténer közepe. Az is nagyon jó. Vagy hogy hívják, vagy mondjuk friss disznótoros közé csomagolva. Mint hogyha az hajó, külföldön élő magyar rokonoknak küldenéd ki. Istán, vágtunk itt a héten. Itt nyit egy számlát, azt berakja, átutalja, és valószínű valahol, tényleg Dél-Amerika, ott valahol ő ezt leveszi. Nem? A saját céges számláthoz bárhol hozzá tudsz férni. Ugye itt volt a kummediátornak, nyilván volt egy céges számlája, amire ő rakta be a pénzt. Igen. Amíg nem buksz le, addig ahhoz Amerikában is hozzáférsz. Tehát lehet, hogy az első amerikai út az azért volt, hogy kivegye. Hát igen, csak én élek a gyanúperrel, hogy a kummediátor Kft. Összes számlájára azért odafigyelnek, tehát feladó. Kummediátor Kft. Marika. Tehát, hogy ez biztos nem így történt. Ebből a forrában nem, de igen. Gyanús, nagyon gyanús. Az igaz, hogy ennek a Marikának volt egy utazási irodája is? Azzal igen, kezdte, ez volt. Tehát először utazási iroda, ő ott szedte be az ügyfeleket, és az tök korrektul csinálta, érted? Tehát te elégedett ügyfélként hazajöttél, Marcsika. Nem tűzfalra nézett a szobád, nem. meg volt a négy csillagos apartman, félpanzió volt, jó volt a svéd asztal, és azt mondtad, ha már elmentünk Burgászba, akkor itt van 10 millió. Igen. Ha forgass már meg Marcsikám ezt a tízecskét, azt egy év múlva adjál vissza 15-öt. Igen, nézd meg a Marcsika, milyen aranyosan jót csinálta a utazási irodát. Volt baj? Nem volt baj. Baj volt, szóltunk neki, jött, megoldotta. Ezt is kétszer voltam vele Szocsiban.
Kétszer Szocsiba, egyszer Csitába. Igen. És akkor így kapott ő tulajdonképpen bizalmat az emberektől. Igen. És ez volt az alap. Volt az út, akkor odaadjuk Marikának a pénzt, hogy egy kicsit forgassa. Hát ő elég ellenítélhető módon tényleg az embereknek a jó hiszemével azzal élt vissza, hogy tényleg egy köztiszteletben álló ember volt, mindenki szerette, tisztelte, becsülte, sokra tartotta, hát gyakorlatilag érzelmi alapon. És gyerekek, mondjuk... mi azért azt érzitek, hogy azért, tehát mi úgy buknánk meg, hogy a gondolat, hogy lopjuk már vinnének ebilincs. Engem. Tehát, hogy ez a... Engem nem zavar a gondolat, hogy én nem lennék jobb bűnöző. Igen. Western Unionnal kiutalom, kiviszem bőrömbe, ott Feri egye húzok, veszek egy dupla podgyász árat, kihúzom a 30 kilós bőröndöt, Vadon János, igen, millió... nem. Ja, állítólag Dél-Amerikában azon, aminek ilyen, tehát ott a plasztikai sebészet virágzik. Az. Tehát ott bemegy Marika, lehet, hogy Marika már Don Carlos. Aha, igen, egyébként, hogy Pancho Villa. Rettetes bajusszal. Iszonyatos bajusszal éldegél, érted? És Marika már nem Marika. Igen. Tehát ahol Nuni volt, Kuki van, és ott Marika már nem Marika. A bűnös életben nem lesz akkor. Nem, lehet, hogy... Veszel magadnak Venezuelába hamis személyi azonosságot, ott megvagy egyébként. Lehet, nem? Hogy egyébként most ott, lehet, hogy éppenséggel most panaszkodik a plasztikai sebésznél, hogy elnézést, nem Speedy Gonzálezt kértem, a Salma Hayeket. Ne haragudjon, de hogy menjek vissza. Tehát, hogy ülnek most egy venezuelai kávézóban. Például. De az akár egy nagyon kis ország, nagyon kevesen tudnak róla. Nem hallottátok? Hát kisebb, mint a Vatikán, most alapítottam. Igen, mini állam. Ilyen. És ülött Marika és az ő férje Sanyi, és akkor Marika mit iszol, ne marikázz már! És ő kérdezi, Maria! Maria és Sanyi ül egy kávézóban, vagy érted, és hogy bujkálsz? Hát, hogy ne vegyenek észre. Nagyon. Ha például bérelek egy magát... Kivész, és takarod a fejedet, hogy nehogy leolvassák a számháborúnál a fejedről a számot. Ha bérelsz egy magánrepülőt, akkor is átnéznek. Egy ilyen jetet. Volt rá pénze, tehát kibírta, és külföldre mész. Tehát te azt mondod a barátaiddal, hogy most elmegyünk, nem tudom hova, egy 10 személyes kicsgépet bérelek, ott is megnéznek. Egy gép. Ez egy jó kérdés. Ott is megnéznek, ott is ugyanúgy. Nem utaztam még magángépet, tehát oda felpakolod a lóvét, leszállsz, tehát azért az a fogadó országban szerintem azért téged átnéznek, igen, ha nem valami hozzá. Nagyon nagy VIP vagy, tehát azért ott Marika ott izzadva vonszolt ebben így, és semmi nem, tudod, hogy húzta be két gurulós bőröndön, meg egy hamis Louis Vuitton táskába, azért azt csak igen. Megnézik, nem? Hogy visze be kolbász, vagy lóvért. Két rúd szalámébe, tudod, hogy jönnek. És egy üveg lecsóva. legyen egy kis hazai íz. Elnézést, mi az ott magán? Semmi, 30% vitamin paprika. Hát gyerekek, ez mindig érdekes. Igen. Nem. Szegények, hát akiknek elvitték a... borzasztó. A borzasztó, persze. Borzasztó, és nagyon reméljük, hogy visszakapják a pénzüket. Hogyne, persze, senki nem azt gondolja, hogy rajtuk. Egyszerűen tényleg, hát a pénzügyi felelősséget azt meg kell tanulni, ha az ember más kárán tanulja meg, az egy kicsit jobb, de sajnos tényleg, hát ezt sokszor mondtuk már, mi is foglalkoztunk ugye a broker botránnyal, meg fölvittük a Magyar Nemzeti Banknak a szóvét, hogy egyszerűen, tehát, emlékeztek arra, amikor például az volt, hogy matricázza föl az autóját, és majd akkor fizetjük a részletet. Igen, tényleg. A fél ország matricázott autóval járt. Rosszabb hitelt vettél föl, nem kaptad vissza, rosszul fizették, maradványértéken sokkal drágában vetted meg az autódat. Mindenki fel logózott. Eltávolítatás pénzbe került. Pénzbe került, fóliáztatnod kellett, azt is kifizettették veled, és ott se tanultuk meg azért ezt. Nem? Tehát, hogy van, tehát, hogy tényleg fel kell egy kicsit nőnie pénzügyileg is ennek az országnak, és erről sokat beszéltünk, hogy igenis, sok tantárnál sokkal fontosabb, hogy például ezeket a gimnáziumban, ezeket a szakközépiskolában nem adok oda valakinek úgy pénzt, hogy azt mondja nekem, hogy csinálok be 15%-ot. Tehát, hogy gyanús, nincs ilyen, nincs ingyen kenyér, ez nem így működik. Tehát, hogy ezért ez nagyon soha nem hibás, tényleg még egyszer mondjuk az, akit átvágnak, csak egyszerűen gyanakvóbbnak kell az lenni. A baj, vagy az nem, a baj, hogy ezzel együtt... pénzügyileg is fel kell nőni egy picit. Elveszik valami, tök igazad van, de elveszik ezzel az egésszel valami, ez pedig nem más, mint a bizalom. Hogy az szörnyű, hogy gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan arra kell gondolnod, meg azzal kell számolnod, hogy téged megvezetnek, ígérnek valamit, igen, de az a dolog, az valójában nem, hogy nincs úgy,
hanem köszönjön viszont, mert nincsen. Hát, a valóság az ajánlattal. Na de nem így kell oda menni, hogy járni. De az, hogy el se olvasod a szerződést, hogy el se olvasod az apró betűt, el se olvasod, hogy az mit tartalmaz az a szerződés. Nem teszel föl kérdéseket. Amiről a múltkor beszéltünk, mi a biztosíték, ki biztosít, mi van, ha csődbe megy, nem? Hát erről azért már beszéltünk, ki áll a vállalat mögött, ki kártalanít, ki garantálja, ha itt veletek valami történik, holnap az én pénzemért vállal-e még valaki más felelősséget. Alapkérdések. És most azok én ezt nem tudtam, hogy így adták oda, hogy egy A4-es papírra. Hát azért ez elképesztő, mind a mellett. Persze, hogy az ember nagyon sajnálja őket, és szomorú nyilván, és soha senki nem érdemli meg, hogy átvágják, nem erről van szó. Tehát senki ne keverje ezzel össze. De igenis ezeket tényleg meg kell tanulni, és talán most ez a nagy pénzügyi válság, mint a Questor, meg a Budakes, egyszerűen rávilágítja, mert nem a szektorban nem kell bízni, meg nem lehet nem odaadni a pénzt, csak felelősség teljesen kell utána járni, hogy kinek adom, azért én dolgoztam meg, az én pénzem, basszus, meg a családom öröksége, hát igenis utána járok, nem? Most azt prognosztizálják, hogy az a piac azon résztvevőit, akik egyébként korrektül csinálják a dolgokat, amit te is mondtál, hogy nem kell a piacról elmenekülni, most 10 évre vetette vissza ez a három botrány. Hát 10 évre. Igen. Hát nem mered bevinni ezután. Hát persze. Na mi a gyerekek, mi ne kezdjünk ilyenben, mert mi egy nap alatt ellennénk. Te valahol botorkálnál Svehátnál a bécsi reptéren, te állnál Feriegyen egy rohadt nagy ilyen rohadt nagy álszakában. Fadó János, igen, én vagyok. A frájzba. Hát akkor vigyenek el. Én meg nem tudom, egy Maserati garázsába vagyok, hát csomagtartóban egy garázsba lapulnék 24 órát. Miért altatom a pénzt? Adjatok, altatom a pénzt! Nem vagyok itt! Kiszabadítanának, és ott lenne a tech. Tehát mi nem tudnánk jól elhagyni ezt az ország. Nem, valahol nem. Megnyugtató, hogy ennyire hülyék vagyunk ebből. Tehát, hogy örülünk, hogy azért egyértelmű. Az elmúlt 10 percben nem vázoltunk egy teljesen utat, hogy hova, hogy kell csinálni. Az őrségben botorkálnék egy csővázas hátizsákkal, a kezemben egy mátra térképpel, tudod, és néhány hét múlva feladnám magam, amikor már majdnem éhen haltam. Körülbelül ez lenne. Igen, jó napot kérlek, merre van Ukrajna? Nem, az a másik irány, fiatal ember, nyakam büdös franc. Fél nyolc, pontosan 5 percen. Óbemácsira Berunénél lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, nyugodtan írjon SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kispásztor és Kalocsa között a 92-esen van egy trafi. Ezt Sanyer küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy a Tököli úton befelé igazoltatnak két helyen is, a Hungária körút előtt és a Dózsa-György út előtt telefon, biztonság, jöv. Mindenkit ellenőriznek, úgyhogy figyeljetek. Azt mondja, hogy Marika néni megnézte a Wall Street farkasát, most ő Leonardo Di Maria. Ezt SMS-ben kaptuk, köszönjük nem szépen. Nem egészen, én úgy tudom, hogy ő inkább a Táncsics Mihály körült farkasa most ebben a pillanatban, hiszen ott volt a kummediátor. Igen, hát Marika azzal a fizimiskával lehet egy mexikai férfi is. Ezt írva, aki képet nem láttam róla, egyébként nem tudom, hogy néz ki. Ugye arról beszélgettünk, hogy ha három amatőr ember, mint mi, megpróbálna meglépni külföldre egy zsák pénzzel, ami mostában nagyon nagy divat sajnos, nyilván, akkor hogy csinálnánk, ugye ez volt a témánk a hírek előtt, és hát rájöttünk, hogy nincs benne túl nagy rutinunk. Tehát alapvető dolgokat se tudunk, hogy indítasz el egy bankszámlára való átutalást Zürichbe, azt hogy veszed le Amsterdamba, hogy küldöd át egy offshore cégen keresztül, nem tudom, Venezuelába, tehát nem tudnánk ezt igazából jól megcsinálni. Nem, nincs rutin. A jó emberek pénzének kicsalásában. Hál' Isten, igen. Tehát hál' Isten, ebben nem vagyunk jók. Csak erről beszélgettünk, hogy csinálnánk. Hát mennyi időt buknánk meg? Igen, figyeljetek, nekem a tegnapi esetünk jutott eszembe, amikor mentünk ki a repülőtérre a Laci lefulladó autójával. Tehát megvan a kép, hogy mi hárman összeállunk egy befektetési cégé, összetarálunk érte 80 milliárd forintot, majd jön a nagy ötlet, ne legyen föltűnő, menjünk a Laci autójával. Laci, ez nincs alapjára, de van. Laci autójával tegnap úgy értünk ki a reptérre Budaörsre, hogy 36-szor fulladtunk le, minden piros lámpánál újra kellett indítanom az autót, nem volt alapjárat, ha bőgettem a motort, akkor nem fulladt le. Egyébként a Laci nem akart elni, hogy nincs alapjárat. Mentünk úgy, egyébként nagyot villantva adás, hogy helikopterrel megyünk. Tátra. És pont arról beszéltünk, hogy ezt látnátok, hogy érkeztünk meg a budaörsi reptéret, nem akarták elhinni, hogy humorizálunk, vagy senki nem vádolna minket egy felesleges menőzéssel, látták volna azt az Laci egy 1-2-es kis Mitsubishi Coltjával, valami háromajtós, elől Feri, hátul ketten, Jani és Laci bebábozódva.
a hátsó ülésre, én pedig elől szenvedve az alapjárattal, kevés benzin elé, ha lefulladva. Na igen. És ugye a pénz így kell ezt csinálni. Igen, nem férne el a csomagtartóba, ezért mi magunk fognánk a kezünkben nájlon zacskókban a lóvét. Igen. És így mennénk. Igen. És aztán természetesen az lenne, minden hármunknak lenne egy nájlon zacskója, és hagyják így, valamikünk feltűnne, hogy Balázsnál nincsen semmi. Bali. Hol a nájlon zacskó? Nem tudom. Basszus. Laci, hol letettem? A budi letettem. Nincs a... Na mindegy. Nálatok még van elég, nem? Igen. Na jó van. Hát reméljük, hogy meg lesz azért természetesen, tehát drukkolunk. Igazából, mint ilyen fiktív történeteket gyártottunk a saját magunk számára, hogy tudnánk kijutni, de reméljük, hogy Marika megtalálják, elnyeri a méltó büntetését, és mindenki, aki károsult, és adott pénzt, függetlenül attól, hogy hogy adta, milyen papírt kapott, nem kapott, természetesen visszakapja. Tehát soha nem jó az, ha áratlan gyarútan embereket lopnak meg, úgyhogy reméljük, hogy Marikát előbb-utóbb elkapják, és a pénz is meg lesz, és mindenki tudnak kártalanítani. Mi játszunk Óben bácsival, Beru nénivel, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Buenos noches! Marika! Marika? Bandi, hello Bandi, jó reggelt! Buenos reggelt! Sziasztok! Bandi, éjszakázol? Azért köszöntél így? Vagy éjszakázni fogtok most? Vagy, vagy nem beszéled jól a spanyolul? Vagy csak ennyi maradt meg, igen, hogy valami, van valami köszönés, ami így szól. Mit csináltok? Merre vagytok? Hát most értünk be a munkahelyre, aztán várjuk, hogy játszhassunk itt a kollégákkal. Hányan vagytok? Az autóban. Hatan. Hatan vagytok? Hatan ültök az autóban? Igen. Húha, hatszínés autó, nekem most csak ennyi jut az eszembe. Vagy csak egyszer beszéltetek, mond? Öten ülnek, én kiszálltam, 8 személyes egyébként. Ja, jó, tehát nem arról van szó, hogy 5 személyes, és te most kiszálltál, és utána visszaszállsz majd, és mentek el. Mit dolgoztok, mit csináltok? Egy kereskedelmi cégnél, egy intéző vagyok, a többiek pedig raktárban, irodában, tehát így vegyes az elosztás. Aha, jól van. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj. Venezuelai ugróbéka. Aha, valahol kint vannak az őserdőben. Megint kabajgatja a homok buckalakoknak a macskáit. Igen. Na figyelj, azt látom, hogy sorozat lesz. Egy nagyon-nagyon rövid részletet fogtok kapni, mert nagyon könnyű. Jó? Rendben. Ugye volt egy kis szabálymódosítás, hogy Óven bácsiék már filmeket, sorozatokat is néznek. Most éppen sorozatot. Rövid lesz. Hallgass meg, figyelj. Szinte hallani se lehetett szerintem. Hát nem nagyon. Jön még egyszer, figyelj. Tenkes kapitány. Az bizony, így van. Mi más? Ekkel Márti. Hallgassátok meg. Aj, de jó volt. Figyelj, megdöbbentő. Nekem most is borsozik látam, mindig, amikor meghalom. Imádtam. Egyszerűen imádtam. Rajongtam érte. Vágtató lovak. Így van. Ugye? Nagy totál. Zente Ferenc. Zente Ferenc, így van. Buga Jakab. Igen. Ki tudta ezt? Nagyon jó volt. Ki tudta? A Zsuzsi. A Zsuzsi. Zsuzsi nézte? Szerette? Igen, nagy rajongó. Igen? Szingli? Ja, én nem. Bandi, megvan az ajándékcsomag, ügyesek vagytok, mondjad? Rendben. Őse szingli. Őse szingli, hát akkor itt rossz találkozott rosszal. Viszont ügyesen emlékezett arra, hogy mi a tenkes kapitányának a zenéje, mert hogy ez ott hát erre már egy bizonyos generáció nem is emlékszik, a fiatalok már ezt nem nagyon hát ismerik. Sajnos sorozat függő, aztán így minden tud. Tényleg? Mit néz még? Hát, ha hallok valami jó tippet. Mit néz még, Zsuzsi? Minden. Szappanoperákat. Hát, ami így minden reggel néz valamit. Aha, jó. Hát ez tartalmas volt. Valla, kórház a város szélén. Tehát... Zsuzsi kicsit megragadt azért akkor. Igen. A rég múltban. Igen, Oridőn család tenkes kapitánya, néhány Chaplin film és néhány daguerotípia a Wright testvérek első felszállásában. Tehát egy picit Zsuzsi körül megállt az idő. Azt hittem, hogy valami modern. Ezeket ismerem, azt hittem, kapok valami modernebb tippet. Köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok.
Hello, Bandi. Ciao, ciao. 63-ban csinálták a tenkes kapitányát. Ez volt a Magyar Televízió első, milyen aranyos a cikkíró, és a legsikeresebb filmsorozata. De hát fantasztikus, hogy egy gyönyörű siklósi várban forgatták a nagy részét, a fantasztikus színészekkel, a téma is nagyon jó volt. Hát és a zene annyira megdöbbentően jó. Én annyira sajnálom, hogy mondjuk régi magyar sorozatok, vagy régi filmek, magyar filmek esetében viszonylag kevésszer fordul elő, hogy úgy felújítják, mint hogy mondjuk hollywoodi filmeket megkapsz. Tehát meg lehet venni, mit tudom, a Jó-Rossz és a Csúfot, én például megvásároltam annak idején, mert felújították, és valami megdöbbentően jó minőségben meg lehetett kapni már Blu-ray-n. Én ezeket például megvenném. Tehát egy tenkes kapitánynál simán elférne. Blu-ray tenkes kapitánya? Nem. Rendezői változat. Kérdés, hogy mennyien vennék meg ezt valójában. Igen, ez szerintem ebben nincs nagy biznisz. Tehát te, a közvetlen környezeted is, még néhányan. De egyébként ebben igen, valószínűleg ezért nem csinálják. Én a lányom, a feleségem. Hát ennyi. De nektek elég lenne egy kópia. Szomszédok, tegnap este gyerekek, nagyon durva dolgok történnek. Senki? Ó, hogy na, semmi? Érted? Taki bácsi? Mi van Taki bácsival? Fusizni kezdett. Aha. Mert Taki bácsi a tenkes kapitánya. Taki bácsi egyébként ugye, hát ez referenció van. Desiré rásózott egy rossz ladát. Oh. Azt a mindent. Taki bácsi? Rohadt személy. Mit csinált? Elment tegnap. Kiverte belőle azt. Ja, azt nem. Mert Taki bácsi nem csinál. Ne, ja, tényleg jön. Ne. Elment, hogy levizsgáztassa, de rájött, hogy nem megy át a vizsgán. Oh. Ezért? Te lopott? Nem, csak minden olyan adalában. Nem, ő becsületes taxisofőr. Ja, Taki bácsi nem lopták el. Ezért Taki bácsi fusizni kezdett, hogy megjavítsák ingyen a ladáját, ezért az autószerelő műhelyben bevállalta, hogy fusizik. Alma? Magához vett a gletasat. Alma összeveszett Péterrel. Nem. Magenheimék nem tudnak nyaralni menni. Azt a kutyafáj. Nem miatt vagy betegek. Pénzhiány van, nem tudnak menni, és Julcsi ezen kiborul. És? De elmegy ezért egy evezős táborba. Óriási dolgok történnek, nem? Semmi? Csűrös Karola nem segít Csűrös rajta. Csűrös Karola? Nem. Piacozik. Még mindig? Még mindig. Azt a mindenit. Vágási Feri pedig féltékeny. És valami megint morgolódik nyilván a nyomdában. Valamilyen szakszervezet is így hát, nagyon morgolódik. Elvállalta izét? A vágási nevezés. Az üzemvezető, vagy mi volt az? Igen. Azt nem vállalt el. Basszus. Viszont féltékeny az ő feleségére. Nem tudom, hogy hívják a sorozatban a feleségét, Ivancsics Ilona, de hogy mi az igazi ebben a... Vágássiné. Vágássinére féltékeny, és ezért belehasít az éjszakába sörözni. Lecsinálj már! Bizonyám! Leissza magát féltékenységét. Nem, mert nem olyan. Közben az ő feleségével kikezd az egyik tanár. Oh. Mi van Gábor Gáborra? Azért, bocsánat, ne szaladjuk én előre. Én azért megnéztem volna egy vágási féle balhét a kocsmába, amikor bemegy ugye izgén a feleségemért egy picit izé, bemegy, kér egy sört, utána egy felest, tudom, hogy legkisebb meg unikummal, aztán átszól a másik, azt mondja, milyen mindben voltak. Valami bajtok van a nyomdászokkal, költségök. Van, és aztán pedig egy irgalmatlan búnyomba torkolott. Gyerekek, rákattantam. Olyan durván, hogy most minden este nézem. Na, Gábor Gáborral Gábor Gábor valami bizniszt akar mindig a fotostúdiójában, azt nem tudom. Volt benne tegnap, valamit ott kavartak. Igen, az iskolába ment be a fotók. Ott iskolai fotókat akart készítetni a gyerekekkel. Igen. Na, mi van, nézed? Mit? Nem, csak ezt itt az láttuk. Egyet. Csak ezt az egyet, mert elgondolkodtam rajta, hogy esetleg én is bemehetnék, elővenném a grifzakomat, leporolnám, és bemennék, és bedobnék egy ilyet. Aj, hát nagyon, nagyon nagy dolgok történnek, na mindegy. Egy perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket. Ja? Írja egy hallgató a legdurvábbat, tegnap történt. Turisták az erdőben. Szemeteltek? Mérgezett vizet ittak. Azt a patakból, és elájultak. Bepakolták őket, ájultan egy Lada Nivába. Oh. És egy régi szlovák, vagy egy csehszlovák mentőautóval. És őket a dönkút mellett. Mert egy suhant leszette az ivókútról. De rohadjak meg, ez tényleg így volt benne, hogy suhant. Hát van, huligán. Huligán. Suhant. Leszette, hogy mérgezett víz, ne így áll belőle, és bedobta a patakba. Azt. Mérgezett víz a patak? Tehát, aha. Hogy ki volt írva, hogy mérgezett víz? Vigyázz, igen, mérgezett mert, víz, hogy a hordókat tettek le a patak mellé, és az belázott a patakba, és ezért az erdő őrei kirakták, hogy mérgezett víz, ne így áll belőle, de egy suhant ezt letépte, bedobta a patakba, és persze kisétált arra egy 8 fős család gyerekekkel, akik a következő pillanatban már ájultak. Itt egy patak, hülyék vagyunk, ígyünk belőle. Ájultam, feküdtek a mezőn. És hogy fértek be 8-an a Lada Nivába? Nem volt ott egy mentő. Feldarabolt őket az erdély. Voltál egy motoros fész, hál' Isten. Gyerekek, nem tudjátok ti mi a jó, komolyan mondom, nem tudjátok mi a jó. 8 óra pontosan, jövünk Ákos híre után. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
When the city sleeps and I'm the only one. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:09 van egészen pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van, most még jó idő. Hát itt mindenféle időjárás romlással ijesztgetnek bennünket. Én nem láttam, némi kis hidegfront jön majd vasárnap, de remélem holnap még jó idő lesz. Hideg. Igen. Felhősödik csúnyán odakünn. Odakünn felhősödik? Felhősödik. Kukorékolt-e már a kakas odakünn Ferenc? Kukorékolt, de levágtuk. Ha igen. Nagyon erről jó kakas pörkölt. Jó kakas pörkölt, de jó, hogy szóltál, tesa. Jó, ki tényleg kakaspör? Az finom nagyon egyébként? Finom, nem emlékszem, hogy ettem volna. Hát figyel, a francia konyha gyakorlatilag erre épül, hogy mások által használhatatlan alapanyagból csinálnak csodákat. Ott az volt, hogy miután mindent elvittek annak idején a németek a világháborúban, akkor a háziasszony szétnézett, és volt egy irgalmatlan öreg kakasa, amit bele, hát ugye kinyírás után belerakott egy lábasba, felöntötte jól borral, és ebből készült el a vörösboros kakas. Jó, és akkor persze a világhírű francia sajtok, azok meg benfelejtődtek véletlenül a kamrába, aztán elkezdett ott penészedni, és valaki meg, na hát, ha más nincs, ez nem is rossz. A hiánygazdaság szült egy csomó ételt. Komolyan ők a belsőséget például, amit egy csomó ember nem eszik meg, imádják. A pacalt azt mi is kidobtuk annak idején. Na tessék, és pedig milyen finom az a pacalt. Isten, már Bali is megszerette. De van olyan hús, amit nem, amit nem szeret? Nincs. Mert ezt még 6 év alatt nem kérdeztem meg. De nem csak van-e hús, olyan... nincs olyan étel, amit én ne szeretnék. Igen, tehát hogy van-e olyan étel, hús... Mondjuk a tofut kilöki a szervezetem. De ugyanott, mint másokét. Igen, az kilöki, de meghagyja nektek, akik nem esztek húst, de nincs olyan, amit én ne szeretnék, ne kóstolnék, még ne kutatnám az ízét. Én imádom, ez jó szerintem. Tehát nincs olyan, amit te ne ennél meg? Én Vietnámban is megkóstoltam, amit elém tettek, ott pedig ugye vannak izgalmas dolgok, meg Kambodzsában a kis kacsa embriótól. Igen, hát Feri a hiánygazdaság gyermeke. Igen, és milyen szép minden. Nagyra nőttem. Hát, nálunk nem volt olyan, hogy nem eszed, meg fiam, akkor csinálok. Nem lettem volna annyira válogatós, én is most lehetnék egy 70 is akár. Nem mert nagyot álmodni azért, hello. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Közlekedés szempontjából 4-es úton Püspökladánynál mérik a Debrecen felől érkezőket, Fehér Ford Transitból Maki küldte nekünk. Budapesten az Egér útnál 2 autó egymásba bent, a rendőrök még nem értek ki, kisebb dugó van, kb. 10 perces, aki teheti, kerüljön, üzeni Böbe. Portobágyon a Madárkórház előtt az 50-es táblánál mérnek. Hát, gyerekek, megszállták a Madárkórházat. Már a múltkor is mértek Portobágyon. Légy, de most tényleg. Legalább vadás sólyom, vagy mi? Igen, Adri küldte nekünk az SMS, köszönjük szépen. A 311-es úton Nagykátán trafi van, a farmos felől érkezőket mérik, ezt is SMS-ben kaptuk, és azt nézem, hogy van-e még valami. Bali, nem sokára kezdődik a szomszédok az M3-os. Gyerekek, ha rácsúsztok, akkor nincs megállás. De elvonási tüneteim vannak, ha nem láthatom, hogy mi történt 1989-ben. Ez az egyik ok, hogy rácsúsztok, a másik meg mondjuk egy fekvő gipsz. Hát, amikor oda vagy láncolva. És messze van a távirányító. Igen. Na, egy érdekes dologról beszélgetünk, ami erről a jelenségről mi már tudtunk. Erről a jelenségről mi már sokat beszéltünk, nem adásban, adáson kívül. És ugye most van egy kis összetűzés, sztárok, bizonyos internetes portálok és egy rendezvény szervező cég között, mert hogy egy internetes portál a rendezvény szervező cég szerint olyat állított, ami egyébként nem igaz. Ugye azt tudjuk, vagy tudhattuk sokáig, hogy hírességeket, magyar hírességeket egy csomó rendezvényre meg lehet rendelni. Műsorvezetésre többek között, vagy előadó művészeket fellépésre. Ugye, hogy lépjen föl például, mint tudom én, és énekeljen egy falunapon, vagy egy diátadó gálán, vagy bármilyen olyan rendezvényen, amit egy nagyobb cég csinál.
És van most egy cég, mindegy is a nevük egyébként, akik azt állítják saját magukról, úgy hirdeti saját magukat, hogy ők házhoz viszik a hírességeket, vagyis bármi, amit te kitalálsz, és amit te szeretnél, ők megpróbálják lebeszélni az adott hírességgel, hogy bevállalja, odajön, megcsinálja, mesét olvas a gyereknek, kiteregeti a szennyesedet, ha akarod, együtt főz veled, bográcsozhatsz vele, és... Feri is fönn van? Nem, kívül, ez zavar benne, érted, hogy én miért nem? Ez zavar. Tehát, hogy személyesebb közelségbe hozza a hírességeket. És ez egy kétélű dolog. Szerintem azért kétélű, mert a hírességek nyilván ezt egy picit tagadják. Aha. Tehát nem feltétlen büszkék arra, hogy igenis ők megvásárolhatóak, és elmennek akár egy legénybúcsúra, akár egy esküvőre, akár csak díszvendégnek állni egy családi rendezvényen, hogy emeljék az esztínvonalát, ahol nem tudom, Győző és Ilona összeházasodott éppen, és akkor ott áll valamelyik magyar énekes. Viszont felmentem ennek az oldalnak a honlapjára, gyerekek. Nagy hát csodák itt, vannak. Hát itt, igen? Itt nagy csodákat nagy látsz. Csodák vannak. Itt nagy csodákat látsz. Az érdekes, mert ugye a falunapon való közlemű, tehát hogy ott föllépsz énekesként, az egy dolog, nyilván abból élsz, vagy elmész műsorra vezetni. Baj. De hogy ez a családi, az intim szférába aha. bekerülni, azért azt szerintem az már kemény. Hát a bulvárlapokból, meg a videoklipekről, meg a filmekből ismered őket, és kicsit családtagnak érzed. De ők igen. igen, de te nem érzed családtagnak. Na de várjál, ugye nem is arról van szó, hogy te meghívod, és akkor ott nagyon elbeszélgetsz vele, hanem bevonod egy családi rendezvénybe, tehát neki is feladatot adsz, és állítólagosan mm-hmm. vannak sztárok, akiket erre meg lehet venni. Aha. De jó. És itt a Velvet lehozott egy cikket, aztán itt most állítólag itt pereskedés lesz, de én megnéztem, hogy kik az arcok, akik fönt vannak ezen a honlapon. Tehát elvileg kik állnak ezzel a cégkel, ha nem is szerződésben, de legalábbis egy szóbeli megalapodás van, hogy figyelj, életélelem, hogy mennyi, te eljössz, megcsinálod, aztán én kifizetlek. Kezdjük a lényegnél, hogy fizetnek? A számlára vagy cashbe? Nem tudom, ne, én a saját nevemet nem találtam, meg nagyon örültem volna, ha fent vagyok. És mit vállalnál? Nem tudom, hát azt akartam elolvasni, de nem vagyok fönn. Mondom, hogy kik vannak fönn, gyerekek, egyébként mindenki. Tehát Revicki Gábortól kezdve Murjenikő, Gesztesi Károly, Svédasztal Mesztelen testen, ez mondjuk nincs megnevezve, hogy ide ki. Fási Ádám, Hajas Laci, Fekete Laci, Mága Zoli, Oszter Sándor, Bangó Margit. Tehát jó. Mindenki, várja. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ők egyenként kapcsolatban állnak ezzel a céggel leszerződve, hanem azt mondja a cég, hogy én fölhívom a sztárt, lebeszélem, és ha van kedve, akkor kötünk egy megállapodást, megmondod, mennyit ér meg neked, és én elhozom neked a sztárt. Tehát ez nem kell szerződésben lenned ezzel a céggel, az értelemszerű, nincsenek leszerződve több sztárral, vagy több száz magyar sztárral. Millió kérdésem van már most ebből a felsorolásból. Mondom, hogy ki kell mit lehet csinálni, mindjárt kérdezz. Mindjárt elsorolom, mert beleolvasgattam nevek, vagy elvileg, mert mindig ott van a jellemzés, ki ő, Kossuth Díjas énekesnő, előadó művész, mit tudom én, a hazai dal nagyasszonya, nóta királynő, és a jellemzések végén el tudod olvasni, hogy mit tudsz vele csinálni. Aha, hát, mit vállal be? Hogy mit vállal be? Mert itt vannak azért egyértelmű dolgok, vagy egyértelműnek tűnő dolgok, mondjuk egy színész, vagy énekes, vagy énekesnő esetében. De nem csak azt vállalja. De várjál, hallod. Most én itt a felsorolásban hallottam a Hajas Lacinak a nevét is. Tehát, hogy ott, és közkívánatra valakinek vág egy szaszor. Igen, ő csinálja meg a haját. Vagy a kamat, vagy megfésüli a gyereket. Egyébként, ha házasodsz, ugye akkor ott a nőknél, az esküvőnél nagyon fontos az, hogy szép legyen a hajkorona, te elmondhatod magadról, hogy a Hajas Laci csinálta meg a hajadat. Na, hát te nem mondhatod el, mert nincs. Hát, de hogy akinek van. Hát én nem is őt hívnám meg, is van. Hanem azt most a mesztelen nőt. A Svédasztal Mesztelen testen az ki mióta Imori hogy Nióta Imori, az a Svédasztal Mesztelen testen. Nem tudom, te olvasod el. Alatta ott van Gesztesi Károly. Ez igen? azt jelenti, hogy Nióta Imorit vállal Gesztesi Károly, vagy a Nióta Imori az egy külön kategória, és nem Revicki Gábor is, és a Gesztesi fekszik mondjuk mesztelenül, és Nióta Imorizhatsz vele. Aha. Tehát, hogy leeszed az ő testükről a sushit. Vagy Nióta Imoriról iszik Gesztesi Károly. Na csak mondom, hogy mit lehet csinálni. Karamellel azt írja ennek a honlapnak az üzemeltetője, hogy meg lehet rendelni családi vacsorára. De jó. Ami azt jelenti, hogy én megrendelem karamellt, és ő kimeri nekem a húslevest. Aha, vagy igen. De hogy mutatod be? Ilona néni, Marika néni, Karamell. Öcsike, Karamell. Aha. Karamell leül egyébként. Karamell, létsz a mustát! Tudd már ide, hallod meg a sót is, ha már ott van mellett, aztán szaladj már kérdezhetél, jó? Köszi szépen. Ah, nem. A palacsintából csak a túlósból. Jó?
Hát ez így néz ki. Hogy kettőt ettél a kakaósból. Hogy óvatosabban, mert másnak megjön. Kakaós palacsinta, meg gáz is. Ilyen meglepetés vendégként? Tehát, hogy itt tudom én, hogy a gyereket odaülteted a bal combolodra, és akkor mondod neki, hogy kincsem, gyere. Most egy meglepetés, eltakarja apa a szemedet, és akkor... Szerintem hoppá. Nagyon sokan csinálnak ilyet, hogy sztárokat hívnak meg családi rendezvényre, karácsonyra, esküvőre, hogy legyél ott. Vacsorázni. Családi vacsora, karamellel, mert mondjuk a lányodnak karamell a kedvence. Karamell azt mondja, hogy eljövök X-ért. Lebeszéli ezzel a céggel, nyilván a cég leveszi a jutalékot, Karamell pedig elmegy egy családi vacsorára. Ha ő ezt vállalja, nyilván az ő neve alatt ott van, nem biztos, hogy vállalja. Tehát nem tudom. Csak kérdezem. De ha énekelni hívnak, az oké, mert ő énekes, de ott ülsz család mellett, és akkor így el... De ez a, Feri, ez az, igen. Ja, töltött káposzta, mágia rakás, utána karamell. Pedig kávé, cigi és lélekdolor. Kávé, cigi, karamell. Igen. Revicki Gáborral a honlap állítása szerint együtt tudok horgászni. Na jó, hát ez a mondjuk... De, mi, nagy horgász. Várjál. Na de hogy meghívom az apámnak horgászni a Revicki? Igen. Tudom, hogy szereti, és akkor megkérem a Revicki, hogy menjen el vele a horgászni. Amikán menjünk egyet, hogy gondolod, akkor egyet bojlizhatunk, ha már esetleg tényleg neked így beleférne, tudom, hogy te vagy a király, de hát érted. És ha igazi meglepetést akarsz, akkor lebeszéled a Revickivel, hogy a papa mindig a mit én ilyen tó kettes horgász helyére megy, és ott vár. Egyébként, hogy másfél-két órán keresztül ülni Revicki Gáborral egy tópartján. Igen. Fekete Laci neve alatt az van, hogy szívesen csinál saját főzősót, bográcsot kerti bulikon, bár számolni kell vele, hogy sokat eszik. Szedd az hajjal. Ez van a neve, ez van a neve alatt, de számolni. Fási Ádám Zsülike, ők is elmennek egyébként partikra, Radics Gigi mellett pedig nincs leírás, hogy ő mit vállal. Akkor ő mindent vállal? Ungár Anikó... Kipontozott részt, ki lehet tölteni? Lehet, hogy igen, oda bármiből lehet képzelni. Ungár Anikó leírása, magánpartikon nagyon varázslatos és látványos fekete párducos a száma, amelynek során a bűvész helyet cserél a ketrecben a kecses ragadozóval. Tehát te meg tudod venni őt egy magánpartira, ahol ő bűvészkedik neked egyet? De ezzel nagy bajom nincs, mert ő akkor ott azt csinálja, amit egyébként így csinál, van. Tehát a művészkedik. A művész, na, Erzsót innen mellőle marázsolja már a bőszorat. Változtassa már fekete párt. Ja, igen, ha lehet. Ez komoly, ez komoly. És elviekben, tehát hogy bármelyikünknek lehetne akkor rendelni így a parti előtt, tehát hogy én nagyon szeretném meglepni mondjuk Balást azzal, hogy egy ilyen papír vagy papundekli ufóból Pataki Attila szálljon ki a kör közepének a taktusaira. Akkor igen. Elvileg, ha mondjuk én csinálok egy szülinapi bulit, és te ezt az Attilával lebeszéled, hogy a cégen keresztül, és Attila eljön és kiugrik egy tortából, akkor igen. Csak ez ugye azért érdekes, mert szerintem egyébként ezt a magyar sztárok nagy részt nem vállalják. De jó. Én ezt fölhívnák 10-ből 8 ember, azt mondja, hogy ő nem csinál, ő ezt nem vállalja. Száraz jégfő, Jean-Michel Zsár, UFO, utána pedig Attila kilép. És közben egyébként nyilván ugyanúgy megfizetik őket, tehát mehetnek, vagy az elmennek egyébként, nem? Nyilván, én ezzel meglepődnék rajta. És ki a kedves hölgy, János bemutatnál a rokon, nem rokon, Bangó Margit. És mit keres itt nálatok? Hát meglepetés vendég volt. Rögtön felhívjuk ennek a cégnek a tulajdonosát, aki elmondja, hogy kire van igény, mit vállalnak a sztárok, mit nem vállalnak, reméljük mond egy-két konkrétumot. Itt van már is Gyula, jó reggelt kívánunk, Kovács Gyula, producer, jól mondom, hello. Vagyok, szervuszok, hello. Hello. Te az összekötő vagy akkor ebben az esetben, hogy te beszéled le a sztárokkal, hogy mit akar az ember, aki megrendeli? Igen, igen. Na most gyakorlatilag már itt be voltam kapcsolat, és a Bankó Margitot hallgattam, hogy poénkodtatok vele. A Margit megkért egyébként kifejezetten, és az oldalon is, oldalosan szerepel, főzés nem vállal. Viszont olyat vállal, hogy születésnapra, névnapra elmegy, házasságkötésre elmegy, és énekel. Tehát gyakorlatilag olyan dolgokat tudunk teljesíteni, ami mind a két felele beleegyezésével megvalósul. Na most ez a tök korrekt kicsit... dolog, ezt értjük, hogy a Bangó Margit énekelni, meg ez tök jó. Meg a Fekete Laci elmegy enni. Meg enni. Ugye itt olyan felvetések vannak, amit szeretnénk megtudni, hogy mi van, ha mást kell csinálni a sztárnak. Akkor téged megkeres a család, azt mondja, hogy azt szeretnénk, hogy a karamell jöjjön, üljön le, és a nagymamának ő szedje a húslevest. Akkor te fölhívod a karamellt, és megkérdezed, hogy ezt vállalja? Hát ilyen hülyeséget nem vállalok. Természetesen, hogyha a karamellel szeretne vacsorázni a nagymama, mert ő a kedvenc énekese, akkor felhívom, és megmondom neki, hogy a nagymama szeretne egy vacsorára vendégül látni, mielőtt énekel. És akkor a karamell eldönti adott esetben, hogy
egyforjá vagy sem, de azért nem menjünk ennyire tévútra. Hát nem tévút, tehát a karamell jellemzés ott van, hogy akár családi vacsoran. Az én olvasatom az azt jelenti, hogy a családi vacsorán akár karamell meri a húslevest a nagyinak. Nem, az, hogy akár családi vacsora, az nem jelenti, hogy a karamell meri a levest a nagyinak. Aha. Az a házi asszony dolga. Na most azt jelenti, egy kicsit fordítva jutjuk a lóval. Ez a dolog gyakorlatilag Amerikában egy teljesen normális dolog, hogy művészeket hívnak. Nem tudom, bizonyára eljutott a híre hozzátok, hogy George Mitchell itt járt a Csányi fiának a születésnapi partiján, magánzsettel érkezett, és természetesen vacsorázott is a vendégekkel, nem csak fellépett. Hát ezt csinál, igen, ezt csinálja a Jagger, a Madonna, a Beyoncé, ezt csinálják, hogy elmennek ki magánpartikra. Igen. Csomóan csinálják, persze, és ezt szeretnénk Magyarországon megvalósítani úgy, hogy azok az emberek, akik meg tudják fizetni, hiszen nem véletlenül VIP az alcím ennek az oldalnak, akik meg tudják, hogy meg akarják fizetni. Aha, ez nagyon azért, jó. Mert kezdjük van hozzá, vagy azért, mert a gyerekeinek például, mit tudom én, a Justin Timberlake-et akarják, mert külföldieket is vállalunk, természetesen azt is megpróbáljuk leverezni. De ide hozzátok Justin Timberlake-et? Hát például, hogy ha van rá... Nyilván, igen, Justin Timberlake, ha nem jön, akkor Bill Clinton. Igen. Ezért ez életszerűnek tűnik azért ez így ebben a formában, igen. De hát itt vannak igazi csemegék is, ahogy látom, például, hogyha mondjuk nekem, itt tudom én például egy távoli rakonom éppen kijön a sítről, mondjuk ilyen 8-10 év után, akkor meg tudom rendelni dr. Komáromi István rendőr naldártábornokot. Meglepetés vendégként nyilván örülnek. Egy összetolja magát. Igen. Nem, azt hiszem, mondom, nem hiszem, hogy hogy a 10 éves sítenülő ember vagyok a Komáromival akarna találkozni. Hát nyilván. Igen. Mi az ára ennek egyébként? Ugye lehet hallani, hogy a Jennifer Lopez, mint ha elmegy, mit tudom én, Dubájba, énekel egyet, akkor $1 millió kér. Nem nevekhez kapcsolódva, csak mondjuk egy sztárnál egy vacsora. Nem. Egyszerűen nem nagyon tudok mondani árakat, mert ez teljesen megegyezítő, és attól, hogy mit kell csinálni. De mondjuk még valaki elmegy, és ott kell lennie egy családi vacsora, csak tól így, körülbelül, hogy az átlag hétköznapi ember érezze, hogy mi az az árkategória, amiért valaki megszerezhető. Ezért mondom, hogy fordítottuk a lovon, az átlag hétköznapi embernek ezt nem kell éreznie. Ez nem az átlag hétköznapi embernek. Hát attól még kíváncsi lehet, nem? Hát attól még most elgondolkozhat az, hogy basszus, a lányom szereti a karamellt, hát lehet, hogy akkor csak körülbelül, hát most nem névhez kapcsolódva, csak hogy nagyjából tudjuk, milyen nagyságrendek ezek körülbelül, hogy mondjuk... Látom, a karamell az valami kedvenc. Akkor tök mi mondhatunk bárkinek, de nem a karamell. Én Ihos Józsefet is mondhattam volna. Azért azt szeretném erőre bocsátani, hogy a karamell minden érdeme mellett, és minden tudása és minden tehetsége mellett. Szereti a pénzt. Ő nem az a személy, aki annak a rétegnek, akiknek ezt a szolgáltatást szálljuk, akit ők fognak hívni. Azok inkább kóst hívják, inkább a kordáikat hívják, tehát inkább idősebbeket hívnak. Uh-huh. Tehát akkor nem tud nekem elmondani, hogyha szeretném a Jani születésnapjára megrendelni a Defekt Duót, akkor az körülbelül milyen nagyságrendileg. Jani megtalálta közben Frabátót. Így van. Ő mit nem? Vállal? Jóslás, de rossz hírt nem mond. Miért nem mondaná, hát, hogyha jóslás vállal. Ez egyébként a sztárok, ha valahol újságcikk van, vagy megjelenik, akkor ők ezt, én azt érzem, hogy azért ők ezt inkább nem mondják, hogy ők vállalnak ilyet, de nem? Tehát ez egy nagyon privát dolog. Ha elolvastátok volna az oldalt, akkor kiderülne róla, hogy ez csak akkor kerül nyilvánosságra, hogyha mind a két fél kifejezetten akarja egyébként, de teljesen figyelj ide Balázs, ha te például otthon csinálsz magadnak egy bulit, és valakit meg akart hívni, te sem fogod másnap az újságot telekürtölni, hogy ki volt nálad. Ez magán ugye mindenkinek. Nem is a rendelő oldaláról kérdeztem, hanem hogy úgy érzem, hogy a sztárok ugyanezt vállalják sokszor, de ha megkérdezi őket egy újságíró, vagy beszélni kell erről, akkor azért ezt valahogy kicsit úgy nem mondják, hogy kellemetlennek tartják, vagy... De most mondd meg őszintén, kinek mit ez hozzá, miért túlkálnak a sztárok zsebébe? Tőled kérdezik, hogy a Morning Show mellett még mit csinálsz, hogy hol keresed még a pénzt, és beszámolsz róla? Nem, kicsit elbeszélünk egymás mellett, én nem erre gondoltam, hogy azt kérdezik, hogy szia Karamell, voltál hétvégén falunapon, és ha igen, mennyiért? Hanem, hogy például volt-e már ilyen vacsorán, énekeltél-e már családnak? Nem az összeget kérdeztem, hanem, hogy a sztárok általában erről nem beszélnek. Hát, de én se beszélnék róla.
Mondom, elmondtam az előtteket. Ezt mi érezzük. Most... Igen, ezt érezzük, kicsit már meg is bántuk, hogy felhívtunk, de már azt hittük, hogy több konkrétum lesz a dologban. Igen, kicsit úgy érzem, hogy azt gondolod, hogy mi ezzel támadunk, vagy bántani akarunk. Mi csak kíváncsiak vagyunk, de hogy ez hogy működik, vagy hogy kik mennek, kik képest, nem mennek. Ahhoz képest, hogy a Velvet egy olyan cikke jelennek, hogy ha akarja Tóth Gabi, most bepanírozza a 20 tönnek. Hát a Velvetnek, a Velvet arculatát nyilván ismerjük, tehát hogy a Velvet jó, így de, működik. De most érted, hogy egyáltalán, és akkor már rögtön az első mondat a cáfolja, hogy ez nem is igaz, hát akkor most miről beszélünk? Hát a bulvárvilág erről szól. A bulvár, igen, nyilván senki nem gondolja, hogy megrendelhetett Tóth Gabit húst panírozni. Tehát, hogy azért ezt így a Gabiról se gondoljuk. Jó, akkor figyelj, de... Persze, nyilván nem erről van szó. Akasz arra példát, hogy például konkrétan mi, hát de ott vannak az oldalon az ajánlások. Például csak mondok egy olyat, ami ilyen nagyobb formátumú. Az Oszter Sándornak, tudod, van Piris, illetve Boros Jelven egy ilyen vadászkastélya. Igen. Hogyha úgy alakul, akkor vadásztársaság például azt ki tudja bérelni, megfelelő összegér, és hogyha úgy alakul, akkor az osztály szívesen elmegy velük vadászni. Aztán, amikor vége van a vadászatnak, akkor megnyúzzák az állatot, hogy mit tudom én, mi a... Ugyanitt érgemes forgalmi, hogy egy 1002-es elad. Ugyanitt egy létező forgalmival 1002-es eladó, igen. Figyelj, volt olyan, amit nem tudtál teljesíteni? Olyan abszurd volt, azt, hogy tényleg azt akarták, hogy mit tudom, stólandrással csináljanak egyelőre, valamit, és mondtad, hogy nem, hát ezt nem tud összehozni. Egyelőre csak néhány megrendelés volt, tehát mondom, most indul az oldal, de abszurd dolgokkal nem foglalkozunk. Tehát, na jó, de nem tudod, mi előre az abszurd, tehát valahogy gyanútlan fölhív, és azt mondja, hogy neki olyan elborult ötlete, vagy ki akar ugrani, nem tudom én, mit tudom én, valakivel egy helikopterből, ugrik-e vele a sztár, és azt mondta, hogy ezt nem tudod összehozni, mert az illető nem vállal ilyen, de most indult, akkor valószínűleg nem volt, értem én. Persze. Figyelj, például volt olyan, szerettem volna, mondok két olyan példát, szerettem volna, hogy a Szerenyei Béla, aki ugye köztudottan nagy hajós hírében. Nagy balatoni hajós, így van. Igen, igen. Megkerestem őt, és mondtam neki, hogy Béla, szeretnélek felvenni egy olyan listára, ahol esetleg olyan kívánság érkezhet veled kapcsolatban, hogy az abszurdum nem a musicalekből kell, illetve a maxekból kell énekelni, hanem elmennének két napra veled hajózni. Uh-huh. És persze megfizetik, és erre azt mondta Béla, hogy nem. És aha, én ezt tudomásul vettem. Vagy gyere hajóval Gyöngyösre. Azt is megfizetik. Azért ezt nem húzzátok meg, hogy mondjam, hétköznapi szintre, pont az a lényege, hogy ez egy exkluzív. Nem, hát azt látjuk egyébként, mert közben felmentem az oldalra, és látom, hogy Pintér Tibor például előszeretettére érkezik fehér lovon, félmeztelenül. Kibontott hajja. De tényleg, oda van írva. Na látod, ezek a csúsztatások, hogy nem érkezik, hanem érkezhet fehér lovon. Aha, akkor várjál, akkor mondom, családi eseményekre érkezik fehér lovon. Jó, hát, ez van odaírva. Hát ha az ember úgy akarja, persze. De jó, hát én... Na most persze, természetesen ehhez megfelelő nagyságú kert kell, meg időjárás. Ez így igaz. Szó. Nyilván azért ez Havannán a negyediken nehezen elképzelhető, hogy meg... A fölünkre. Igen, a lépcsőházban. Mit csinál, uram, nem jár a nivel, lovagolok. Sajnos a csacsi fogat nem fért el. De meg mi hangsúlyozom, hogy nagyon sajnálom, hogy a Havanna lakótelepiek ezirányú igényeit nem tudjuk kielégíteni. Igen. Ez csak anyagi. Jól van. Hát sokat nem tudtunk meg, de azért próbálkoztunk. Gyula, végtelenül szimpatikus ez a szolgáltatás. Sok sikert nektek, reméljük, hogy sok helyre megrendelik hazánk sztárjait. Köszönjük szépen. A Velvet cikkel meg ne idegesítsd fel magad. Hát a nem idegesítem, és őket ezért az, is lehet, hogy például olyan abszolút helyzet is előfordulhat, hogy Balázs, te vagy valakinek a kedvence, és akkor felhívunk téged, persze, és megkérdezünk, hogy hajlandó vagy elmenni egy születésre. Persze, ülj le, és hát ha nyilván, ha meglátom magam ezen a honlapon, akkor egy polgári peres eljárásra szólítanak majd föl téged az ügyvédet. Akkor egy ajánlatlevel érkezik majd. Aha, viszont a Ferivel nekem van egy nagyon kellemes stanispan számunk, hogy esetleg... Jó, hát azért, figyelj ide, azért csak azért minőséggel erre a honlapra, nem mi. Egy minimumot megkerülni. Így. Örülök, hogy beszélhetünk. Köszi, Gyula, jó munkát nektek. Csáó, köszönjük szépen. Megcsináljuk, de nem olyan volt, mint a Dényit Jövácsi, egy kicsit olyan... Mint ha egyébként Tibi bácsi elindított volna egy ilyen alvállalkozást, és csinált egy ilyen sztárt viszünk házhoz szolgáltatást. Hát,
De impozáns a népsor egyébként, és végignézek egy neveket. Színészek, előadó művészek, mindenki ott van. Tehát értelemszerűen, ugye itt nincs élő szerződés, egy teljesen tiszta dolog. Gyere föl a honlapra, ha olyan megkeresés van, akkor azt elvállom. Nekem jó, mert reklámoznak a honlapon, de semmiért nem kell megcsinálnom, amit én egyébként nem akarok. Tehát nyilván ez nem erről szól. De még mindig az érdeke, hogy kinek a mesztelen testéről eszik le a sushi. És miért Kesztesi Károly van alatta? Szegény Karcsi, mostanában ráadásul pont annyit bántják, hát miért pont őt kellett betenni? Nem? Meg a Benkő van a mesztelen sushi evés alatt. Igen, mondjuk igen. Én a Ferit be se hívnám a konyhából, ezzel járnánk mindannyian a legjobban, ne? Érted, olyan szabad, én nem tudom, ki volt a szakásban. Drága hallgatók, nézzük meg, kicsit játszunk el a gondolata, ki kit rendelne meg, és mire kérnétek, jó? Tényleg, lehet ismerni az előadó életpályáját, a tevékenységét, hogy mit csinál. Kit rendelnétek meg, mit csinálnátok vele? Mindenki engedje szabadjára a fantáziáját, mondjuk mi üzemeltetjük ezt a céget, és tényleg azt mondjuk, hogy bárkit meg tudunk nektek szerezni. Ki lenne az, és mire kérnétek? Jó? Lehet zenekar, színész, előadó művész, bűvész, bármi. Mit csináljon nektek otthon? És ki lenne az illető? Jó? Írjátok meg nekünk SMS-ben, jövünk az SMS-ekkel. Ákos, írj után. A Klassz FM-en. 3-9 múlt, pontosan 2 perccel az előző beszélgetésről mi még egy kicsit itt dumáltunk, hogy érdekes, engem így fölhívnának egy rádió műsorban, én örülnék neki, és ezt abszolút reklámként fognám fel, még akkor is, ha mi mindig mondjuk, hogy cégnevet nem mondjad. Az egész valahogy kicsit ellenséges hangulatú volt, vagy veszekedős, vagy védekezős, vagy letámadós közben. Egyébként nem, tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit vállal, és szerintem az emberek igenis kíváncsiak arra, hogy körülbelül mi az ár. Az átlag ember ezt nem tudja megfizetni, tehát ők is emberek, hát ők is tudhatják, nem? Hogy mennyi az ára? Igen, ezeket meg kell kérdezni. Hát nekem úgy kell kérdeznem, amit a hallgató is meg akar kérdezni, vagy a hallgató kíváncsi. Mennyi? 50 ezer, 100, 300, 500 ezer? Hogy vadászni akarok mondjuk Stól Andrással. Körülbelül, de nem az András zsebébe turkálva, hanem hogy nagyságrendileg ez milyen össze. Igen, meg azért mert tudod, egyébként, hogy Beyoncé elmegy 1 millióért, vagy Jennifer Lopez dubái sejknek ének mondjuk 10 millióért. Itt ma Magyarországon mennyiért vehetsz meg idézőjelesen, és nagyon idézőjelesen mondom, a szó nem pejoratív értem, mert magadnak úgy valakit, hogy nyilván ebbe ő is beleegyezik, nincs megalázva, és közösen azt csináljátok, ami neki jó. Mi az ára? Hát ezt én sem tudom, nem voltam még soha vizé. Arra is sárga húsleves, itt a vőfej, itt vagyok. Ez az idő is. Lehet egyébként. Biztos, hogy benne, hogy színész 250-ért vállalja. 250 ezer forintért. A vőfékedés. Euró. Én úgy kérdezem, hogy nagyjából egyébként tudom nagyságrendje, igen, ez ilyen, csak szerettem volna, hogy ő mondja, hogy ez 200, 300, 400, 500 ezer, több napos program, 500, 600 ezer, tehát körülbelül ezek az összegek egyébként, igen. Azért csak érdekes, hogy felhúzza magát egy ilyen bulvár honlapnak a cikkén, mert hogy alapvetően egy csomó bulvár hős is van fönt a honlapon, akiknél, tehát hát amikor a Tisztelt Tündénél a legnagyobb érdeme az, hogy van, tehát, hogy, így, és ez van a tehát hogy ez van a honlapon konkrétan, vagy pedig az, hogy aki ugye persze nem bulvárhős elsősorban, mert Fekete László nem bulvárhős, de hogy ez van ott a végén, hogy étvágya nem szokványos, átlagos vacsora adagja, 4 grill csirke, akkor, és akkor még nem beszéltünk a desszertről. Ez egy konkrét idézet, de ha mi mondjuk ezt, akkor aha, az támadás. De ő írhatja. Igen, persze nem akarunk mi senkit bántani, kíváncsiak voltunk egész egyszerűen. Gyerekek, hát ilyen is van, nem volt egy jó hangulatú beszélgetés, annyira Gyula kicsit felszívta magát, lehet, hogy a Velvet, de a Velvetekre meg nem kell haragudni, a Velvet ilyen. Az, tehát, hogy az egész honlapnak ez a stílusa. Persze. Mi is kapjuk az évet tőlük rendszeresen. Így van. Figyelj, ott rúgnak, ahol ér. Egy mondat nem sok rólam, a Velvet 10 év alatt annyi jót nem írt soha, tehát örülnek, ha bármi rossz történik, mert ugrálhatnak a fejemen, de hogy ezen azért tudni kell helyén kezelni, meg röhögni, meg a Velvetes arcok nem rossz arcok egyáltalán. Dehogy. Ez a kivételben. Ez majd vannak jó arcok. Na nézzük, ugye a kérdés az volt, hogy ti, ha tehetnétek egy napra, kit hívnátok meg? Hát nyilván van, aki elborult, egy teljesen szürreális dolgokat. Van, aki egyébként komolyan vette ezt a felhívást, és eljátszott a gondolattal, hogy kivel tölten el egy napot. Szevasztok, én kibérelném egy hetes Mauricius-i nyaralásomra kísérőnek Szabó Erikát. Hát ez már azért többről szól, ugye nyilván ebbe Erika nem menne bele. Szép napot, jó hétvégét. Vin Dieselt hozzátok el, egy napra sofőrömnek elfogadnám, Erika küldte nekünk. Hármatokat hívnálak meg, illetve rendelnélek meg csupasz lovaglásra a polgárra.
Van az a pénz, amiért mi elmennénk mesztelenül lovagolni? Hát örülnénk, mert végre megvalósul egy álmunk. Ingyen megyünk, mikor kezdődik. Ne legyünk álszentek, van. Most ott a megrendelő, és azt mondja, 5 millió forint fejenként, ha egy órát lovagoltok vele mesztelen, ő is mesztelenül van, mi is, neked van egy szamarad, neked van egy kis lovad. Nekem nagy lovam legyen, neked már leír, nekem egy középső, egy kis póni. Persze, egy kis póni, de csak akkor vállalnám, hogyha ugyanígy mesztelenül Pintér Tibor vezetne fel minket egy fehér lovat. Legyen mit látni. Most őszintén, tehát legyünk magunkkal szembe is azért önkritikusak. Öten miért jössz? Na, jössz öten miért? De, ne viccelj, nem mennél el. Hát, ha Szabó Erikát vihetném magam előtt a nyerekbe. És nincs nagy család, nem fotóznak, ott van egy ilyen félperverz ősz öreg apu. Na most csináltál kedvet hozzá. Most már vállalnám. Igen, ott a helyen. Teljesen mesztelenül lovagló csizmával, egy szombréróval a fején. És azt mondja, én nem vezetek meg benneteket. Hozom a lovakat. Itt a pénz. És előre kifizeti, nem lovagolsz egy órát mesztelenül? Ez nem hagzíroszok. Artikám, itt a gyémát lakodalmunk. Kék köve a kis vadon pucéran. Csinálj le, amit akarsz, kifizettem. Nem fotózhat, nem mondhatja el senkinek. Egy órát kell lovagolni. Megbontottam miatt a nyugdíj alapot. Kivéld a kis töpszlit. Igen. Majkát hívnám meg pókerezni egy ferencvárosi kocsmába, írja nekünk egy hallgató. Fenyő Ivánt hívnám meg egy borvacsorára, sok mindenben hasonló a véleményünk üzeni. Doki. Aztán vannak aljasabb SMS-ek is. Csicsolinát hívnám meg, lovam van. Az SMS nem folytatódik, mindenki fejezze be, hogy akarja. Balázs, téged rendelnélek meg, az lenne a feladat, hogy végignézd a Charlie a majom a családban című sorozatot. Nagyon barátságos. Aztán Slash-sel indék meg a turai csulakocsmában egy jóféle sörítet. Csulakocsma, nagyon jó. Szücsi küldte nekünk. Nem csak Károlyt hívnám meg magamhoz költözéshez egy lift nélküli panelba, írja nekünk egy szomszédok rajongó. Zimányi Lindát hívnám meg, hogy jogi képviselő legyen a bontóperemen, akkor sosem állnátok el. Geronadzó Mária, fújjon fel 50 lufit egy gyerekzsúron, imádnám. De jó, mert úgy szemétkedik közvetlenül, és ír, hogy szellemes egyébként, igen. Balázs hívnám meg WC-t, most is Szundi, köszi szépen. Jani, jöhetne rendet rakni a hűtőben? Picsász, ingyen is. Rend a lelkem. Neked szelektívet is ajánlom. Írd meg a címet. Tényleg? Na, hogy együtt szelektíven hulladékot gyűjteni. De jó lenne. Szép, mi? Igen. Mori azt írja, teljesen szimplán, hogy Király Viktorra bowlingozna egyet. Nyilván kedvence Király Viktor is menne vele bowlingozni. Nekem nyomja le a Rammstein egy komplet koncertet, aztán kajáljunk egy Falka mesztelen szingli. Jó, ez jó. Azt gondolom, hogy néhányan tovább gondolták azért ezt a dolgot. Igen, akár én is írhattam volna. Igen. Én is százszor megmondtam, hogy ne írj SMS-t a műsorról, nem tudom megkülönböztetni az SMS számodat. Igen. Azt hiszem még, hogy mi van még. Igen, én Vágási Ferit rendelném meg, hogy lépjen be az internetembe. Kaptuk ezt is SMS-ben. Egy meghitt nyugodt bográcsolás Damu Rolanddal, Pisti Miskolcról. Igen. És Cameron Diazért bármennyit fizetne Pisti. Na, hát gyerekek, azért ezzel a gondolata mindenki eljátszott, hogy melyik világsztárral töltene el egy estét, inna meg egy bort, vagy mondjuk töltene el egy hangulatos, kellemes vacsorát. Ez külföldön tök normális. Tehát sokan teljesen... csinálják. Igen? Sokan csinálják. Most én Király Viktoros ügy, hogy elmész bowlingozni egy órára valakivel, aki szeret téged, és akkor azért szerintem van pénz. Egyébként ezzel az ég egy adta világon semmi baj nincs. Tehát ha olyat válasz, mert nem érzed magad megalázott, téged ezért megfizetnek, és te örömet szerzel azzal, hogy elmész oda, ahova téged szívesen látnak és meghívtak, akkor szerintem ezzel senki nem. És mindenkinek is érte. El kell dönteni, hogy ki mi fér bele, igen. Tehát még nyilván vőfének nem mennék el, hogy mindenki segrepacsizzon velem, és kiabálja, hogy hirdesd már ki az aranysárga húslevet. De még egy szülinapi buliba a szülinaposnak a kedvence vagy, és egy órára oda menni. Hát és ráadásul úgy, hogy ha megnézzük így a felsorolást, akkor sok művésznél egészen konkrétan az van felajánlva, hogy fizessenek neki azért, hogy a hobbiát űzhesse. Tehát olyan dologgal foglalkozhasson, amit amúgy is szeret. Tóth Andrással elmehet vadászni, Revickivel meg elmehet horgászni. Igen. Tehát, hogy téged várnak még zoknincs toppolni, itt nekünk egy hallgató. Címet, telefonszámot kérnék szépen. 070. Igen. Na játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Ágota, hello Ágota! Mit Sziasztok. Csinálsz, Ágota? Hát, inkább erre nem válaszol. Hú, de kitagzatos vagy. Nem. Akkor honnan hívtál először, mondasz, hogy kicsit belemelegedj. Ezt sem mondhatom meg. Budapestről. Budapestről. Miért titkos a foglalkozásod? Hát,
Hát nem szeretnék róla beszélni. Na, kirúgnak? Vagy bánthatnak? Nem veszik jó néven. Akkor nap. Hát jó, figyelj, ha nem akarsz erről beszélni, nem nyúzlak. Ha bajod lehet belőle, akkor meg pláne. Tehát, hogy... Köszi, rendes vagy. De kiadták, hogy gyerekek, nem mondhatjátok el, hogy mi a foglalkozásotok? Volt egy kör e-mail, hogy ha véletlenül bekerülnél a Morning Show adásába bárki, nem mondja. Nem mondja meg. De füllethettél is volna, azt tudod? Hát tudom, de hát az meg nem ukol. Hangom már kicsit. Ja. Jó, nem nyúzlak. Ilyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, szerintem vihető. Simán. Vihető? Simán. Na figyelj, Ágota, itt szól az első kérdés. Melyik irodalmi mű kezdődik úgy, hogy tüzesen süt le a nyári nap sugára? Toldi. Arany János Toldi. Nem annyira vihető, mint te, hogy igen. Az nem az ég a nap melegtől? A kopárszik sari, az a Toldi. Az kezdődik így. Ez sajnos ez a János vitéz. Igen, ez a János vitéz. Hát általában egyébként keverik. A Toldi az ég a nap melegtől a kopár szík sarja. Ugye kopár szík sarja, tikka, csöcskenyelyek legelésznek rajta. Pontosan így van. Flóra, fauna, neked irodalom tök mindegy. Kened vágod öcsém. Itt vagy Ágota. Hát sajnos. Ágota, drága, igen, ez a János vitéz. Hát igen. Hát sajnálom. Rövid volt. Köszönöm. Most sem mondod el, hogy mit csinálsz? Hát most már főleg nem. Most meg pláne nem. Ágota, puszilunk, ezt sajnálom. Köszi a játékot. Hello, hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De elmondom, irodalmat és nyelvet tanít. Igen, magyar tanár. Elsírta magát a végén? Nem. Elkámpicsorodott egy picit? Hát, én azt éreztem. Jó, akkor elfogadjuk. Sokszor érdekes, hogy hasonlít valamennyire a kettő, és zavart okoz az emberi fejekben. 3 perc van, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt. Kívánom mindenkinek, gyerekek, itt nagyon meleg van, nem érzitek? Ugye? Hogy itt mi van itt? De! Nincs klímánk? De van klímánk, csak reggel bekapcsoltam, és a kolléga meg akart fagyni. Kicsoda? Mindegy, nem kenek rá senkire semmit. Fázna 28. Ugye? Te. Aha. Mert egy pólóba jövünk dolgozni, mi? Te egyébként hihetetlen, hogy már nyápicokat is felvesznek ide. Anyám azt, hogy katonája. Nagyon meleg van itt. Lesz egy ilyen felöntés, mindjárt ráöntünk a kájhára, nem? Egy kis méz, egy kis só, és szaunázunk. Hát valami ablakot, hogy valamit nyissunk, igen. Az előző téma kapcsán azon gondolkodtam, hogy ha például sztárok keresnének meglepetés vendégeket a saját születésnapjukra, a névnapjukra, ők meg hívhatnának mondjuk átlag embereket. És ha az est fénypontja a Kovács Lajos informatikus. És ott állna. Nem, és ott állna. Igen, az egyébként egy jó megoldás lenne, hogy mi sztárokat, ők pedig átlag embereket hívnának, igen. Egerváron egy vajszínű Seatból mérnek, ezt Laci küldte nekünk, Csepelen a szabad kikötőnél mérnek a rend őrei ezt gombót üzente, aztán Szekszárdon a busz állomásnál mérik a sebességet, üzeni túrógombóc monor, beltörletén a négyesen most pakolnak ki a rendőrök, ezt Zoli küldte nekünk. Szolnokon a négyes áll, azokát nem tudjuk Tomász üzeni, valamint igen, a szekszárdi busz állomásnál mérik a sebességet, igen, ezt mondtam. Túró Gombóc küldte nekünk. Köszönjük szépen. Itt még a mi Gáborunkat vinnék sok helyre egyébként. Tehát a disznóvágástól kezdve a meg kis születésnapra őt azért még egy pár helyre berendelték. A meg kis születésnapra. És Gábor nem fogyasztasz valamit? Nem, köszönöm szépen, ettem már.
Hát ő egy bekészülő napon nem hiszem, hogy nagyon hülyére enné magát. Igen, igen. Kíváncsi, hogy milyen lesz az új Fridi műsor, nem? Ti nem? Most indul a hétvégén. Aha, ez a igen. És párhuzamosan megy majd két csatornán? Mert ugye neki van egy másik műsora is. Sose volt nála kizáró ok, azt hiszem ez ment az ATV-s műsor, az folyamatosan ment. Tehát akkor ott nincsen ilyen összeférhetetlenség. Amikor mondjuk az énekiskoláját csinálta, én úgy emlékszem, hogy talán akkor is volt. Marha érdekes egyébként az ő személyisége, mert hogyha belegondoltok, meg mondjuk látjátok így a vele kapcsolatos újságcikkeket, én pont most láttam egy ilyen kétoldalas az egyik ilyen heti bulvárba, hogy szinte csak a sót emlegetik mindig vele kapcsolatban. Tehát valahogy az emberek meg annyira beépült, miközben egy hihetetlen nagy tudású, nagyon intelligens ember, aki a televíziózás más szegmensében is nagyon otthon van, de állandóan a Friderikus sót emlegetik vele kapcsolatban. Hát nyilván azt tette közismerté az egész országban, hogy népszerűvé, de valahogy szerintem az emberek mindig azt várják, hogy valami ilyesmivel rukkol megint elő. Mert az annyira új volt akkor, tehát külföldi csatornák láttál olyat, de az annyira új volt, tehát senki más nem csinált ilyet, és ha emlékeztek, azért a nagy sztárok jöttek. Igen. Tehát tényleg azt mondtad, hogy úristen, ő eljön ide a Friderikushoz. Hogy az egy a belmondott dőlomra emlékszem nagyon. Az nagy dolog volt állítólag akkor is. Tehát, hogy nem voltak túlságosan jó viszonyban, és neki mégis sikerült valahogy összeboronálnia őket. Egy műsoron belőle. Illetve nekem a nagy kedvencem az a Vándámos volt. Hát arra mind a mai napig emlékszem. Az egyszerűen zseniális volt. Tehát, hogy ott feldobott egy ilyen lasztit neki, hogy ő egyébként tényleg olyan izmos, mint amilyen filmvásznon látszik, és ezért, hát, állapíts meg te. És levett a polert, igen, közben úgy, hogy egy szürke felső volt rajta, és irgalmatlan tócsa mindkét hónapra. Arra emlékszem, igen, köldökig felhúzott, élire vasalt nadrág, egyébként betűrt póló, tehát akkor az nagy divat volt, élire vasalt nadrág betűrt pólóval, tehát mindenki ebben járt, hát akkor még Jean-Claude se, igen, volt, annyira jól ötött, illetve hát az akkori divathoz képest. Akkor nagyon profi volt. Kornak megfelelő volt. Aztán berúgta az ajtót, úgy jött be, tehát hogy ilyen azért volt ott egy megjelenés, meg előtte volt valamilyen kis és fight is kint, egy ilyen megkoreografált ilyen kis esemény, és azt hiszem, hogy a Fridi talán le is győzte egy ilyen kis fightingban bent a stúdióban. De jó volt. Nem, pont fordítva. A Fridi győzött. Tehát ő volt otthon. Azért mennyit kellett fizetni. De akkor A kategóriás sztárnak számított Jean-Claude. Tehát sem volt ő A-kategóriás, nem? Ő mindig egy nagy VHS hős volt azért, tehát hogy így kint se volt szerintem A-kategóriás. B+. B is volt, csak sok olyan filmje volt, ami ugye a nagy VHS korszak, meg a nagy videó korszak, meg akkor rengeteg minden emlőtt be Mociba, és akkor ő nagyon ment. Véresport, stb. Igen, de ő igazi világsztár, vagy nagy A-kategóriás, szerintem ő nem volt Amerikában. Hát a Véresport meg a Tökéletes katona azért akkor Dolph nagyon, igen. Akkor azért nagyon nagy filmnek számított. Nagyon akciófilmek természetesen. A saját műfajában azért ő nagy duranás volt. Igen. És a rosszabb fej nem lett most is nagyon jó arc, mint ahogy a Fridi is. Szóval nézni fogjátok? Nem, kíváncsi vagyok, nem bele. Nézni bele. Fogunk, nem? Igen, felveszem, én akkor nem tudom nézni, de mindenképpen bele. Belenézek majd, kíváncsi vagyok. Óriási hírem van. Na gyerekek. Mi? Bizarr a történet, mert ugye Kínába fogunk most ellátogatni a hírrel kapcsolatosan. Elkaptak egy nagyon komoly bűnbandát. Ugyanis az történik, hogy ha Kínában meghal valakid, akkor ugye gyászszertartás van. És ott úgy tartja a kínai néplélek, hogy minél eddig többen vannak. Eddig nem meglepő, minél többen vannak a szertartáson, annál jobban szerették az elhunytat, annál nagyobb a szeretet, a tisztelet. És kitalálták a gyászoló családok, hogy hát valami vonzerőt kéne ebbe az egyébként szomorú eseménybe tenni. Mit gondoltok, mi az a vonzerő? Tehát, hogy valaki őket elvesztették? Igen, valakidet elveszted, minél többen jöjjenek el a temetésre. Mi az a vonzerő, amivel a kínai, a Kelet-Kínában temetésre vonzák az embereket? Fizetik az úti költséget? Fizetik az úti költséget, egy, kettő. Megjelenik a halott a temetésen. Meg az mondjuk nagy show lenne, de nem. Aha, nem rossz. Nem. Striptease táncos. Kínában. Ráadásul Kínában. A népi Kínában. A népi Kínában az van, hogy striptease táncos nőt hívnak a temetésre, hogy minél hosszabban ott maradjak az emberek. Most kaptak el egy ilyen performance-t, ami 2,5 órán keresztül tartott a táncelőadás, egy 6-tagú társulatot kaptak el, és ott ténylegesen az, hogy elkezd vetkőzni a művésznő, és cicik ki.
Tehát odáig lehet elmenni, hogy a melltartót leveszed, illetve odáig sem, mert valami 11 ezer dollárnyi pénzre bírságolták meg őket. Na azért milyen? Kíváncsi lennék rá, hogy mit szólnának a rokonaim. Meg mondjuk így hát a családtagok. Mondjuk, persze, nálad lehetne a dolog. Móni mit szólna hozzá, hogyha még megjelen a Mészáros Dóri, a Dorothy Black, és akkor ott lejten egy ilyen kis, hogy hívják ott egy ilyen kis. Szerintem azt mondaná, hogy ez neked járt. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy János... Életedben nem, halálodban. Igen, ha már ezt nem kapattad meg, ha igen, már ez neked soha nem teljesült, ha, hogy mit a Mészáros Dóri, egy rudon pörögön neked, na akkor most, hát ha még látod föntről, és akkor meg tud nézni. És akkor még a bedobált maragnyi földek mellé még a Dori becsúzlizná a tankáját is. Egy melltartóját. Nem jó, mert te kijönnél. Arra te előjönnél. Szerintem. Igen, és akkor ott striptizelnek, miközben ez a rokonság végignézi? Így van, bulivá akarják változtatni ők maguk, hogy még egyszer utoljára az elhunytal együtt vagy, és akkor az legyen egy ilyen jó hangulatú dolog, ezzel azzal földobják. Hát most éppen ez a menő. Nagyon jó. Zsebkendő. Még zsebkendő. Nekem is. De beteg vagy! Az Isten! Az kemény. Ezeket hogy találják? Ez nem is értem, tudom, hogy mi lehet a háttérben, de egyelőre működik, bár a hatóságok tiltakoznak ellene, és mindenkit megpróbálok elcsípni, mert több ilyen csapat is van, tehát választhatsz, hogy milyen jellegű sót akarsz a temetéseden, akár saját magadnak is, vagy hát az elhunytnak. Szerintem egyébként ebben a témakörben nem szeretik az emberek, főleg az európai emberek a formabontó dolgokat. Tehát, hogy így én el tudom képzelni, hogy mondjuk Ázsiában működik, de itt nálunk nem működne. Tehát, hogy szerintem még itt egy olyan utolsó akaratot sem, hogy mondjuk vidám legyen az esküvő, vagy vidám zenét rakjanak be, vagy hogy valami kicsit más sem menne át. Mert azt mondanák, hogy már nem volt beszámítható. Amikor ezt a végrendelet írtam, már meg volt makkan vajon. De hogy mondjuk nálad meg a rock zene menjen. Makkan vajon. Aha. Tehát nálunk például nem szólhatna a Zsolti a BK-ról valamelyik ilyen örökbecső. Be az a klasszikus, érted? Mert azt mondanak az emberek, hogy a Janinak már elment akkor az eszembe. Hát kit érdekel? Akkor már aztán végig kit érdekel, hogy mit mondanak, nem? Hát akkor már... Hát de ez az. De, jó, de nem történhetne meg. Tehát nem lehetne vidámabb a temetésem. Ja. Csak azért, mert én azt szerettem volna, mindenki azt mondaná, hogy hát már... Elitte az eszét. Megbolondult már, igen. Mi van ezzel a János Kórházas mentő parkolójegy történettel? Ezt olvastátok, vagy ezt hallottátok? Ennek van fejleménye? Vagy ugye ez rájött már valaki arra, hogy ez nem egy jó ötlet, és ezt eltörölték az utóbbi egy hétben? Olvastam, hogy nagyon érdekes, hogy parkolójegyet kell váltaniuk a Budapesti János Kórházban, méghozzá, hogy bejussanak. De a dolog számomra teljesen értelmezhetetlen, mert azt olvastam, hogy ugyanakkor nem feltétlenül kell fizetni a parkolásért, csupán meg kell váltani a jegyet a mentőautóban. Most gondolj bele, mennyire abszurd. Amire felírják a mentőrendszámát, és amikor kilépé a mentőautó, akkor le kell adni. Aha. Hogy ebből mi lehet? Vagy ezzel mi van? Erről olvastatok valamit? Hogy reális az, hogy én fekszem a mentőben. Nagyon-nagyon beteg vagyok. Visznek be. Minden másodperc, minden pillanat számít. Sebesnyi úr, nincs apró. és ott áll a mentős, aki aprót keres, a rendszámot irat, megvárja, míg a másik két autó előtte bemegy, becsekkol, nem tudja megkerülni, mert nem mehet be, hanem ő is jegyet kell, hogy váltson a János Kórházban. De és mi van, hogyha megy ki, akkor leadja a jegyet? Igen, hogy nem kell fizetni, hanem hogy jegyet kell váltani, amire felírek a mentőnek a rendszámát, és kilépéskor pedig le kell adni. Ezzel mi van? Én csak napokban futott ez így át az agyamon. Mert az egyébként egy csomó kórház mellett, hát gondolom, igen, mert egy csomó kórház mellett működik az, hogy te magad, ha beviszed például a beteget, ugye, a személyautóddal, akkor valóban kell váltani egyet. Igen. De hát a mentőnek, hát ez nonsensz. Élet-halál között lebegsz, és akkor kiszáll a csávó. Sok helyen előfordul az, hogy ezeket a parkolókat, amik nem nyitottak, zártak, illetve nem zártak, nem nyitottak, pont fordítva akartam mondani, nyilván, elkezdték az emberek használni szimpla parkolónak. Uh-huh. Leteszik ott az autót, aztán majd visszamennek akármikor. És ezáltal ugye azoknak, akik egyrészt hozzátartozókat visznek be, másrészt pedig ugye a dolgokat végzik, a lásd mentősök, nem volt parkolóhely, amikor kellett volna. De ez a megoldás. Szerintem lehet, hogy ezért tették zárt. Hát persze, hogy picit fura az a... Lajos bátyám, engedje már be. Mentős vagyok, ezt bárki mondhatja. De mire gondoltak, hogy a mentősök egyébként azért mennek be a kórházba, mert ingyen akarnak parkolni? Vagy ők megpróbálják megúszni a fizetést? Nem is értem egyébként. Nem lehet, hogy ez egyszerűen csak így rosszul jött ki, mondom, zárta akarták tenni a parkolót azért, hogy mások ne tegyék le ott a kocsijukat. Mert mondom, ezt konkrétan... És akkor valaki a kocsiját mentőautónak álcázza? És azért kell parkolást fizetni, hogy ne jusson be idegen autó? Szerintem a szelektálást nem tudták. Valószínűleg egyébként a mentőautósnak azért nem kell ezt kifizetni.
De nem is az, hogy fizetsz vagy nem fizetsz, hanem az idő tényező. Az persze. Tehát, persze. Hogy ott megállítják, áll előtted egy autó, ahol a bácsika keresi a pénztárcát, akkor nem tud kikerülni, nem enged el az autó elmenni mellette. Ugye hanem... konkrétan így tudom, hogy az István előtt ez egy ilyen közparkolóként működik, vagy működött hosszú időn keresztül. Na, de ott be tud menni az István előbe, vagy az Istvánba be tud menni a mentőautó oldalra. Igen, igen, igen. Érted? Tehát, hogy az nem akadályozza. De nem minden kórháznál van ez. Jó, de hát ez egy akadályoztatás a mentős részére. Tehát ebbe ez a felháborító, hogy biztos, hogy van más módszer, hogy kiteszel egy behajtani tilos táblát, kivéve mentők. Akkor már nem tud bemenni más. Mert itt ez arról szól, hogy te, mint magánember, ha mész meglátogatni anyukádat a kórházban, akkor ne álljál oda, ahol a mentők állnak. És ez tök jogos. De ezt azzal megoldani, hogy akkor a mentős is fizessen pénzt azért, hogy behajthassa? Hát ez baromság. Teljes abszurdum. Teljes ez a baj. Egyébként igen, teljes abszurdum. Kicsit így csapogunk le, mert sok minden van, amiről beszélni akarunk. Szerintem két mondat erejéig beszéljünk erről a kaposvári történetről, és mert nekem nagyon határozott véleményem van erről, és szerintem kell róla beszélni, mert minden egyes front, ahol beszélnek róla, hát egy észszerű szabályozást hoz maga után. Szerintem a sokadik ilyen. És egyszerűen észre kellene már venni a törvényhozóknak, törvényalkotóknak, hogy ez egyszerűen nem jó így. Tehát az, hogy valaki elhatározza, hogy kirabol egy dohányboltot, és teheti mindezt egyébként abban a nyugalomban, hogy se az áldozat nem tud segítséget kérni, se őt nem veszik észre, és ez a sokadik bizonyítható módon egyébként. Sokadik. Tehát nem patikába mennek be, nem tudom hova mennek be, szintén van nagyobb bevétel, dohányboltokba. Miért? Mert nem látnak be az emberek. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog, és én nem tudom, hogy mi kell még, hogy bekövetkezzen, hogy tényleg rájöjjenek, hogy ne sötétítsük el a dohányboltokat. Tehát bárki, aki törvényhozó és törvényalkotó, annak egyszerűen észbe kell kapni, és azért beszélünk róla mi is, és kell róla beszélni, mert ez nem jó így. Ha azt érzem, hogy biztonságban vagyok, ha azt érzem, hogy nem vesznek észre, és nem bukhatok le, és úgy tudok kimenni, hogy senki nem tudja, hogy mi történt benn, nem hiszem el, hogy a pszichológiáját ennek nem látják azok, akik egyébként sokat szóra élik át, és sokat szóra olvassák el, hogy hányadik támadás történt dohányboltban. Ez nem csak támadás, hanem brutális gyilkosság is, és ebből gyilkosság. Is van már. Szóval, hogy ez egyszerűen elképesztő, és szerintem maga a rendelet sem jó, megmondom őszintén, miért. Hogy ugye arról van szó, hogy a fiatalok ne lássák a dohányterméket. De ez szerintem egy elképesztő nagy butaság. És teljesen egyértelmű az oka, hogy miért. Ugye régen, amikor te megvetted a cigarettát a boltokban, mi történt? Vásároltál, majd fölszóltál, átmelletted a gyerek, ugye arról van szó, hogy védjük a kiskorokat. Átmelletted a gyerek, és lekértél két doboz cigarettát, bedobtad. A gyerek tulajdonképpen azt észre se vette, szerintem nem ezért gyújt rá, vagy nem gyújt rá, mert te vásárolsz, hanem mert látja, otthon érzi, stb. Öröklődik a dolog. De mi történik egy letakar dohányboltba, ahova be sem mehet a gyerek? Megállítod előtte, kiemeled a dohányboltot a többi termék megvásárlása közül, stigmatizálod az egészet, és a gyerek arra emlékszik, hogy 10 éven keresztül állt és várta az anyját a dohánybolt előtt. Igen. Kvázi nem csinálsz mást, mint azt látod, hogy az anyád bemegy egy lesötétít helyre, nem tudod, hogy mit vesz, kiemeled a vásárlásnál a dohányterméket, és ahogy régen 100 termék közül megvetted a dohányt úgy, hogy a gyerek észre se vette, most egyébként várakozik egy lesötétített bolt előtt. Ahol megkérdezem, és azt bementem cigit venni. Az egész nagyon bizarr. Tehát szerintem nagyon. Pont az ellenkezőjét éri el. Hát meg egy tínédzserért ugye a tiltott dolgok, azok mindig vonzók. De egy kis gyereknél is. Tehát, hogy régen meg észre se vette. Most tudja, hogy megy cigit venni az anyja minden nap, mert áll a dohánybolt előtt. Arról nem beszél, hogy fogalmas sincs, hogy a gyerekkel kint mi történik közben. Igen, hát nyilván ennek van egy csomó. Te nem látod, hogy az édesanyád mit csinál bent, vagy igen. Az apád mit csinál bent. De hogy be sem mehet, tehát kvázi kiemeled magát a dohánytermék megvásárlását. Szerintem egy gyerek nem ettől fog dohányozni, vagy nem dohányozni. De teljesen egyértelmű, hogy ezek a támadások most már nagyon-nagyon-nagyon bizonyítható módon ezért következnek be, mert egyszerűen pszichésen biztonságban érzik magukat. Volt egy csendes időszak, amikor ugye nem voltak dohányból elleni támadások, de most megint is. Hát ez az eset, ez szerintem mindenkit felkavar. Ez csak részben van így, mert hogy be vannak kamerázva ezek a helyek, és ebben az esetben is egyébként tehát a lebukás beszél, az teljesen egyértelműen benne van nekik. Hányan mennek be bukósisakba régen? Hányan mentek be maszkba? Hányan mentek be úgy, hogy azóta se találták őket baseballütővel, boxerral, gásprével, úgy, hogy azóta most sincsenek ennek meg. A szörnyű esetnek a tekintetében mondjuk itt konkrétan utánbe, hogy egyszerűen nem igen, csak az esélyét vetted el, annak, hogy egy ott kinti járók előbb benéz a boltba. Ezt akartam mondani, hogy inkább a segítségnyújtás elmaradásáról van szó. Hát nem, ez nem lehet megcsinálni, ráadásul baromi sok pénz
forog, ugye? Tehát itt azért van egy napi 800 000, 1 millió, stb. Árukészlet fogy. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénz van bent. Tehát ezeket az embereket, akik ott vannak bent, ezeket meg kell védeni minden eszközzel. És erre pont a lesötétítés, és pont az eltakarás, és pont az egésznek az elfedése, az most már szerintem nagyon egyértelműen látszik, hogy pont az ellenkezőjét váltja ki. Miközben egy csemegőzletnek a kirakatában simán rakhatsz ki alkoholt például. Tessék. Plusz ugye a gyerek mondjuk otthon látja, aki nem vigyáz rá. Vagy az utcán megy, a gyerek látja a dohányterméket, látja otthon a letett dobozt. Igen. Érted? Tehát, fura. Hogy a boltban nem látsz be, fura, gyerekem. Vagy egy szexshopnak a kirakatában, ott vannak a ledéren öltözött, vagy félmeztől öltözött, mit tudom én, lányok fürdőruhákba. Igen. Szóval, hogy szerintem ezt nekik át kell gondolni, és azért beszélünk mi is erről, mert egyrészt most maga az eset is szörnyű, de hogy hát, ha ez az észérvek hozzájárulnak ahhoz, hogy hoznak egy rendeletet, hoznak egy döntést, először egy javaslatot, nyilván tervezetet, és aztán egy törvény ennek, hogy nem kell elsötétíteni. Nem, szerintem nem ettől gyújt rá, vagy nem gyújt rá több gyerek, hanem például attól, hogy látja, hogy az anya szájába folyamatosan cigaretta lóg otthon. Nem? Így van. Tehát, hogy az ugyanakkora sokkal gyereknek, vagy az ugyanakkora hívó erő, ha dohányozni akar. Igen. Az, hogy egy boltban ki van rakva. Ráadásul ugye mi történik? Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye bent történik mondjuk ez az eset, ami szörnyű. Nem csak az van veszélyben, aki ugye bent van és nem látom, hanem én, mint járókelő se tudom, hogy mi történik bent. Uh-huh. Tehát veszélynek teszem ki azt, aki bemegy, és azt, aki bent van. Mert mi történik? Éppen valakivel mondjuk az történik, mint ezzel a szegény kislánnyal, tényleg elképesztő. Én pedig megyek be. Mert fogalmam nincs, hogy bent éppen valaki birkózik késsel a kezében az életért küzd. Jön ez az elmeháborodott, és én bemegyek, és belekeveredtél. Nem mindegy, hogy úgy megyek be, hogy segítséget kérek, nem mindegy, hogy úgy megyek be, hogy kívülről már hívom a rendőrséget, mert látom, hogy valaki bent bajban van, hanem nyitom az ajtót, gyereket leteszem, és mondjuk 40 éves nőként belépek úgy, hogy közben ott valakit megkéselnek. És melbeszúrnak. Tehát teljesen észszerűtlen. És kifelé jövet egyébként még a legártatlanabb embert, aki bent van, mint eladó, aki belép, mint vevő, még mondjuk őt is leszúrják, megütik. Mert tanúvá válsz abban a pillanatban, hogy bemész. Vagy csak egy ösztönös mozdulat. Tehát több mindenkit teszel ki veszélynek, nem csak azt, aki bent van. Ez életszerűtlen. Tehát ez nagyon sok sebből vérzik, és nem hiszem el, hogy ezt nem látják. És nem mondják azt, hogy május 1-től 12-ig szedjétek le, és védjük meg azokat, akik ott vannak bent. Illetve akik belépnek. Nem? Mert hogy mind a kettő veszélyeztet, tehát így van. Hát most belépsz is, ha történik egy ilyen, isteni szerencsé, hogy ki tudsz jönni. Ha nincs szerencséd, hogy az idiót ott áll egy baseball ütővel, vagy tényleg egy késsel, vagy bármivel, ugyanúgy áldozottá válsz. Tehát, hogy szerintem muszáj lenne. Muszáj lenne lépni. Épp ész érve nem indokolja ezt a matricázást. Nincs. Tényleg nincs. Én egyet nem találtam. És még hány ilyen eset kell ahhoz, hogy ez bekövetkezzen? Hogy egyszer is mindenkor eltalálja. Nem ez a minta. Te tényleg nem ez a minta. Bebizonyították egy dohányos szülőnek, nagy esélyben dohányzik a gyereke. Látja, szívja, tökéletes, teljesen természetes pótcselekvésnek veszi. Nem látom, valószínűleg nem gyújtok rá. Ott van, mit lát, mi a minta, mit mutat neked a szülő? Nem a vásárláson dől el. Nem. Ha most valaki dohányboltosként fogja magát, és ezen eset után levenné ezt a sötétítőt, mi lenne? Megbüntetné? Hát ez egy hogyha? Ilyen... Ha most leveszi? Persze. Te nem veheted le, tehát ha neked, tehát persze, hát hogy ne, hát itt most az a törvény, hogy ki kell rakni a logót, hogy dohányból, hogy nem mehet be kiskorú, hogy akkor nem persze. Jön be. Nem jön be elveszik az engedélyet, az, hogy nem kockáztatok, persze. Tehát akkor a pillanatok alatt bevonják a működési engedélyedet, tehát hogy azért azzal te nem játszol, mert ha meg elveszik a jogot tőled, akkor utána x évig azt nem kaphatod meg, tehát hogy a megélhetésed nem veszed le. Imádkozol egyébként, hogy ne a te dohányboltodba menjenek be. Nem? Nem tudsz mit csinálni. Tehát vagy fegyvert adsz a kezébe, vagy boxert adsz, hogy kiépítesz neki egy pánik gombot, vagy bejön valaki rossz kényeződ, megmondod, hogy ott a kamera, tehát trenírozod arra az eladókat, hogy bármi lehet, úgy csinál meg a pultot, hogy ne tudjon átjönni, de átugrani át tud. Tehát sok lehetőséged egyébként nincs. És kik állnak bent legtöbbször? Lányok állnak bent, anyukák állnak bent, nem? Akik valamilyen keresett kiegészítés, vagy éppen nincs más lehetőségük, beállnak, tehát soha nem 180 centis kigyúrt palik állnak bent, vagy az esetek nagy többségében egyébként nem. Nők a legvédtelenebbek, nem? Igen. Édesanyák, nagymamák, mit tudom, gyerekek, fiatalok. És nem védjük meg őket. És legtöbb esetben egy kijárattal rendelkező kis helyiségben, ahol gyakorlatilag esélytelen. Hát bemész ilyen boltba, szorongani kezdesz. Hát le vagy sötétítve, ott vagy pici, minden arról szól, hogy lehetőséged legyen itt elvinni a bevételt. Nem? Igen. Hát szörnyű, ami történt egyébként, ezt így elolvassa az ember,
nyilatkozott a vőlegénye, hát nagyon, nagyon sajnáljuk őket. Szörnyű tragédia. És mennyire értelmetlen, soha nincs értelme, de hogy így, tehát hogy a legértelmetlenebb dolog. Nem? Tényleg, szegények. Együtt érzünk a családdal, abszolút. Fél tíz múlt, 3 perccel, picit komolyabbak lettünk pénteken, de szerintem jó, mert ha ezen mondatok hatására még ketten ezen elgondolkoznak, és azt mondják, hogy lehet benne valami, basszus, vegyük le, akkor nyert ügyünk van. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban, úgyhogy senki ne menjen sehova, plusz még ha van valami az úton, és láttok, tapasztaltok bármilyen esemény, történés, trafit, küldjétek el nekünk, jó? Még van idő ezeket is beolvasni, fél tíz múlt, 3 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Igen, itt vagyunk. Valaki érzi ezt a kis ablakos kiadást, ez egy tök jó megoldás. Egyébként egy kávét iszol bent, meg cigit veszel, nagyon sok minden nem tudsz csinálni. Kis ablak, kiadott, kész. Csak itt is azt fogja mondani, hogy ezt viszont a gyerek végignézi. De mit? Hát de most mit néz végig? Most ne nekem mondjátok. Nem rátharagszom, érted vagyok érveléssel, ellen. Persze, én az érvelést mondom. Ugye azt mondják, hogy kiskorok védelme, ha kis ablak van. Aha. Akkor érted? Ha üzleten belül van a kisablak, nyilván nem, de hogyha az utcára néz ez a kisablak, akkor ott is egy gyerek végignézi. De ez egy eleve egy ilyen egy nagyon álságos dolog ez a kiskorok védelme, a kiskorokra hivatkozni, amikor tényleg ott vannak a csemegeboltok a piákkal, ott vannak a vadászboltok a szamurájkardokkal, meg a pisztolyokkal, és nincs olyan, hogy riasztó pisztoly, vagy igazi pisztoly a gyerek számára, neki az csak pisztoly. Egy pisztoly, de ott vannak a szexshopok a fehér nemű reklámokkal, ahol a lányok kirakják a melléket, érted? Az belefér? Hát ezek szerint igen. Na most ezt hallja valaki, és most ezeknek is lehet, hogy sötét. Az ablakban. Az epipsor lesötétszerűség már tesó, ha nem megyek be, de azért kívülről ülök a villamosra, legalább látok valamit. Vagy valami gyereket, hogy tudok. Még sokat nem, pont azok vannak nagyon lesötétítve, igen. Na mindegy, hát reméljük, hogy ez a dolog változik, tényleg muszáj lenne ezen változtatni. Az M9-esen 2 autónyi rendőr igazoltatja a népet, vigyázom, mindenki. Szabi küldte nekünk, nyíregyen a Renault Salonán Tiszavasvári úton mérnek szürke civil Fábiából, a felüljáróról jövőket mérik. Holmi üzente nekünk, valamint Szolnok, Tószegi úti felüljáró előtt a cég parkolójában van egy trafi, mindenki vigyázzon. Na, mi pedig? Mi? Mi mozoga? Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Jézus Mária. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy érdekes cikket találtunk, és hát fölhívtuk az illetőt, aki annyira nekünk nem örül, továbbra sem értjük, hogy miért. Van egy honlap, mindegy is a szolgáltatás neve, ami azzal nem is azt mondom, hogy dicsekedett, de azt hirdeti magáról, hogy megszerzi neked hazánk legnagyobb sztárjait. Ha kell, akkor családi ebédhez, ha kell, akkor közös vadászathoz, ha kell legénybúcsúhoz, vagy éppen egy baráti összejövetelre, mint sztárvendég. És akár Kiszel Tündét is elhívhatod, hogy meséljen az előző operabárról, ahova még beengedték. De szeretnék egy olyan estén ott lenni, ahol Kiszel Tündét vendég, és az operabárról beszél, ahol beengedték. Gondolod, de az milyen csapat, nem? Én megmondom őszintén, hogy végignéztem a listát, össze tudnék válogatni egy olyan best of-ot, vagy nem is tudom, egy olyan világválogatottat, amivel tönkre tudnám tenni egy életre. Soha többet nem rendeznél születésnapot, ha azokat így meghív. Ha egy valakit meghívhatnál a szülinapomra, ki lenne az? Neked? Nem mond. A magyar Terminátor Kollár Steve. Még mindig fönt van a honlapon egyébként, mindig ott van Kollár Steve Terminátor sót csinál. Igen. Na, szóval felhívtuk azt az embert, aki elvileg a sztárokkal egy szóbeli megállapodás alapján segít kiközvetíteni őket, és megnézegettük, hogy kik vannak a honlapon, próbáltuk megtudni, hogy mennyibe kerülhet. Nem egy adott ember pénztárcájával akartunk turkálni, egyszerűen csak nagyságrendileg voltunk arra kíváncsiak, hogyha tényleg elmehet az ember, mit tudom én, a bucival vadászni, és erre a buci igen mond, ez körülbelül nagyságrendileg milyen összeget akar. Ez külföldi sztároknál is lehet tudni egyébként. Picit ellenséges volt a fogadtatás, de mi nem adtuk föl, próbáltunk kérdezni. Nem értettük. És beszéltünk arról is, ugye, hogy tűnnénk el. Mi lenne hát akkor, ha mi mondjuk ugye, hát sajnos minden nap kiderül egy-egy milliárdos csalásos, már ide jutottunk, ha 3 laikus megpróbálna mondjuk 2-3 milliárd forinttal eltűnni. Megnéztük, hogy mennyire válnánk jó bűnözővé, laikusan nem értünk ehhez, mit csinálnánk, hogy vinnénk ki a pénzt az országból. Itt kiderült, hogy már a gyorsforgalmi lebukott. Nem, zseniális ötleteink vannak, gyerekek. Zseniális. Teljesen hülyék vagyunk ehhez, hogy szívódnánk föl valahol Dél-Amerikában. Ezt próbáltuk megfejteni, hát kisebb-nagyobb sikerrel. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egyébként gyerekek, ez a dolog üzletileg azért zseniális, mert ne, tehát ez egy tök jó, egy nagyon nagy csel van ebben a sztárok kiközvetítésében. Uh-huh. És pedig a cselben. Uh-huh. Világosíts fel benne. Hogy semmilyen szerződésem nincs nekem a sztárok. Én létrehozok most egy céget. Aha. Fölrakom az összes sztárt. Beleírok róla csak pozitívakat. Nem fog perelni téged. Csak akkor nem hívod fel, ha megrendelik. Csak akkor hívom, ha megrendelés van. Ezt bárki megcsinálja. Uh-huh. És azt mondom, hogy fölraktad őket a honlapra, csak pozitívumot írsz róla, nem írsz róla semmi olyan dolgot, ami negatív. De jön egy megrendelés, nyilván a sztár, ha elvállalja, örülni fog, és nem fog beperelni, mert te nem írtál semmit az oldalára. Más, az véleményes azért, hogy te reklámozhatsz-e valakit úgy, hogy megrendelhető tőled, ha köztetek nincs szerződés. Ez egy másik érdekes dolog, de elvileg nincs. Én fölrakom a sztárokat, fölhívnak, és utána én leszerződöm vele arra a melóra. Nem? Uh-huh. Na mindegy. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság? Képzeljétek el, hogy egyszer előfordult velem, hát talán emlékeztek rá, hogy annak idején a 90-es években rockstar voltam. Igen. És, igen, tényleg. Ugye? És születtek... A Domino zenekarban. Az. És születtek lassú dalok is, tehát nem csak a Halál a Májra volt, bár csak arra emlékszünk, hanem voltak szép szerelmes dalok, és egyszer, hát egy ilyen jó 10 évvel ezelőtt felhívott, vagy valami megkeresett így az interneten keresztül egy hölgy, hogy ő éppen most készül házasságot kötni élete szerelmével, és hogy neki sokat jelentett a Sing Sing Mindig című dala, és hogy lennék-e olyan kedves is a házasságkötő teremben, tehát nem a lagzin, hanem miközben ők bevonulnak és kimondják az igent, ezt elénekelni. Aha. És akkor felhívtam egy barátomat, a Szűcs Norbit, hogy volna kedve ezt elgitározni volt, és akkor elmentünk, és ott eljátszottuk öltönyben, nyakkendőben. Mondjuk ez az érvelés, hogy az átlagember nem tudhatja, hogy mennyi. Mi egyébként a 4-5 ember átlagember dobja össze mondjuk a karamell. Tehát, hogy miért bántom meg azokat, akikből egyébként élek, ezt én nem is értettem, hogy de mennyi. Hát az átlagember azt nem tudja, ezt nem átlagemberek rendelik meg. Mert miért nem? Mert most, ha én meg akarom rendelni a barátomnak a karamellt, és 10 összedobjuk, még mindenki be tud tenni azért 10 000 forintot, hogy jöjjön a karamell. Akkor én nem vagyok átlagember, vagy én nem tudhatom, de ez egy hülye érvelés volt. Normál esetben egyébként egy esküdőre is ugye a család dobja össze. Hát persze, ők átlagemberek, de ők átlagemberek. Tehát ez nem csak bankigazgatók rendelik meg Craig Davidet, meg nem tudom. Tehát azért itt, meg jó, menedzserként is érted, rögtön kirekesztesz egy réteget azzal, hogy ez számotokra nem megfizethető. Nem, tehát ezért itt tényleg nem arról van szó, hogy most jöjjön már Tom Cruise nekem a Dunavarsány Elvis diszkóval, a Lacházi diszkóval egy piros ladával egyesült két keréken, mert azt tényleg nem tudjuk megfizetni. Miközben én csak Dr. Komárom István dandártábornokot szeretném ott látni gyerek keresztelői. Fura esküvőt most is válasz? Nem, ez egyszerű alkalom volt, és valószínűleg közrejátszott abban a megkeresés, tehát az, hogy ő valami olyan érzelmi töltetet tett mögé, meg hát számomra is ugye fontos volt az a dal, és hogy pont betalált, és hogy évekkel később már rég nem létezett a csapat, és már rég mással foglalkoztunk neki, az még mindig fontos volt, azért ez így érdekes volt. Csabikám, nyom már nekem a börtönöm a Sing-Singet. Jó, de hát ha azt szeretnéd az esküvődön, elmegyek. De miért kérdezem, mert hogy szeretnél, hát, te is, figyelj, mert, hogy nálatok, ha élik nálatok a dolog, akkor is. Tényleg ránkeresek erre, Sing-Sing örökké? Nem, az volt a cím, hogy mindig, de nekem bármi más is elének le az esküvőre. Bármi lehet a címe. Azt is elének le, amit nem kérsz. Na, hívjuk a nap hallgatóján. Itt nem jó az átlagunk, jó lenne a fölvenni. Tudd meg a zenét, Bali. Addig. Oh yeah, ez itt a péntek, a bugi indul. Yeah. Köszi. Nincs show. Azt! Nincs show! Hello, jó reggel! Hello, sziasztok! Ciao, nem írtad alá? Peti. Peti, hello Peti, hol hallgatsz minket? Mezőberényből. Mezőberényből írtam. Hát, Feri vidéke. Így van. Csodálatos. Mi nem Alföld. Az? Így van. Egyébként pedig mindenütt otthon vagyok. Mi nem az, így van. Peti, mondtál bocsánat, rosszul hallottalak. Igen, igen. Petikém, te vagy a nap hallgatója, jó? Jó, köszönöm. Kérdeztük a hallgatóinkat, hogy ki melyik sztárt rendelné meg, és szíve szerint mit csinálna vele. Egyébként nagyon visszafogottak voltak a hallgatóink, ki vadásznak, ki vitorláznak, ki szülinapra rendelné meg, ki eltöltem egy kellemes estét vele, egy gyertyafényes vacsora mellett. Ebbe a képbe rondítottál bele egy kicsit az SMS-eddel, de hát mi vagyunk. Hát tisztetetek az ilyen beteg poénokat, hogy ráharaptok. Nagyon sok, szeretjük, annyit írtál, én Csicsolinát hívnám, lovam van. Rettentően primitív, de a lényünknek egy pici része azért továbbra is ilyen, úgyhogy mi azért ezen mosolyogtunk egyet, és ezzel te lettél a nap hallgatója. Jó? Jó, köszönöm. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi, hello, sziasztok. Ciao, hello. Aljas poén.
De jó. De jó. Ütött. Az ember ne tagadja le a múltját. Valakinek pedig most esik le a következő, várjatok már. Ez a csávó énekelte a magyar diszkó hőskorának egyik himnuszát. Csabikám, a kedvencem lettél. Vannak dolgok, amik most esnek le, Csabi. Hát... Múltkor ugyanez történt, Vastag Csabival futottam össze egy rendezvényen, én felkonferáltam őt, és aztán az öltözőben kicsit még ott beszélgettünk, nem ittunk semmit, és aztán úgy valahogy előkerült ez a Sing Sing téma, és akkor nem áll! Jézusom. Azóta jobb, hát, sokkal jobb barátok lettünk. Jó, hát a Csabi nem egy rock lexikon. De ő másik generáció. Másik generáció. Szépen, más stílust szeretem. Szépen biztos. Mented, ami mented a Csabi. Remek zenék lesznek, Csabi? Kérlek szépen, most Pinket hozom, nem azért, mert van bármiféle újdonsága, mert nincs, de egy régebbi slágerét hozom annak okán, hogy ti is itt beszéltetek a sztárokról, mindenki nagyon-nagyon hiú, és most a Pinket egy kicsit megszólták, hogy hát pár kilóval súlyosabb, mint általában szokott, vagy ahogy szokott mutatkozni, és hát persze ismeritek Pinket, hát ő egyből visszaszólt a Twitter oldalán. Bevillantott két középsúlyot valószínűleg. Hát igen, hát valószínűleg az ő saját stílusában, hogy hát elnézést kérek, ne haragudjatok. Igen, tényleg, ha ő ilyen. Igen. Aha, igen. De hát iszonyatosan kihozt, hogy kinek mi köze hozzá, hány kiló vagyok, jól érzem magam, menjetek ti. Hát Pink így ad hírt magáról, és közben a régi dalait továbbra is szeretjük, a Try-t hozom most többek között. Meghallgatjuk. Mi a recept? Fönt van a Facebookon. Na, bulguros puriszka. Az van, hogy megcsúsztam, és tegnap este értem haza, úgyhogy tényleg ilyen na. 10 perces. Bundás kenyér? Na, mi? Bundás kenyér. Nem, egy nem sajtos már. Lepény van meg. Kenyér bármivel. Nem, sajtos lepény van, de a lepényt se kell megsütni, meg lehet venni így rendesben, meg saláta. Ennyi. Komolyan, nem volt időm, ezt kapták a gyerekek, aha. Egyétek. Krumplis omlet, a Lidl-ben kaptam. Jó, nem egészen. Egyébként ez mekkora lenne már. De azért jó komolyan. Előre gyártott krumplis omlet kapható a így valahol. Van, és csak annyi lenne aláírva, 190 fokon, kb. 10 perc. Ez jó lenne. Hát most ilyen egyszerű. Sajtos lepény van, tényleg jó, meg egy jó saláta öntet, az minden segít. A krumplis tészta is tetszett nekik. Én figyeltem. Ránéztél? Király vagy. Hogyne? Nem kell mindig kifújni a szakmaórát. Csináltam egy kis egyszerűbbet, nincs ezzel baj. Jó, tehát mi jön ezután? Ez egy hamburger sült krumplival? Tehát... Olyan már volt házi hamburger. De menj be, azt vedd meg. Nem, amit te csinálsz. Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, kérjetek tőle dalt, mindenki vigyázzon magára, hétvégén jövünk, hétfőn 6-kor. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt